Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Jani Feri, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Nektek is egy nagy tapsz. Már mindenkinek, aki itt van velünk, örülünk nektek. Egy szivacsot zsűl léci patincs nekem, mert így azért kicsit natúrba vagyok. De valami olyat, ami... Hát egy nagy brutát akarsz? Hát legyen egy ilyen várjaink. Ez se szép. Ezt én hazaviszem hétvégén kimosni. Jó. És akkor ez lesz az enyém. Jó, legyen az. Jó? Na, föltettük a szivacsot. Számít valami? Szerintem számít. 1-2-3. Aha, számít. 1-2. Így kicsit tompít. De tegyél egy olyan kis vékonyat, mint az előbb. Azt is próbáld ki. Igen. Az a nagyon jó. Igen. 1-2-3. Igen. 1-2. Ez most tekerje a papírt. Ez jobb, ez nagyon lehet. Úgy jó. Most az jobb. Rakd rá a pulcsidat. Most. Szakkörözni. Igen, szakkörözni még egy ideig. Péntek van, drága hallgatóink. Hát ha valaki nem tudja. Hello. De jó, megértem. Jó időben. Gyorsan. Hét után. Gyorsan elment az hét, jövő héten nyomunk egy teljes hetet, aztán húsvétolunk. Húsvétolunk, gyerekek, nagy erőkkel, úgyhogy már nem kell. Főzzük a tojásokat, Feri főzi a sonkát is. Nem csak én, az ország jelentős része sonkát főz. Tehát, hogy értelek, de ne kend rám ezt a sonkát. Mi is a bionövényi sonkát már. De finom lesz az. Én a tojásokat mindig minden este főzöm a forró vízbe fürdök. Tehát nekem minden este van tojásfőzés, amikor nagyon forró a fürdő. Egy 30 perc. És fura módon mindig más színe van. Mindig más színe, úgyhogy nekem nem kell színeznem. Attól függ, hogy milyen kezelése veszik éppen részt, és használom azt a krémet, amit Feri az orvosom, hogy ne legyenek különböző színű. Na, mi újság, mindenkivel minden rendben? Jól vagytok? Minden, ha úgy ne volna rendben, kicsit beszálltunk mi is a költségvetésről, úgy gondoltuk, hogy, na, hogy egy kis podi? Persze, egy kis podi fizetős vett egy piros politikot a szélvédőjéről, csak mondom azoknak, akik nem hallják. Így van. Hát figyeljetek. Vagy nem látják. Nem hiszem el. Sajnos olyan helyre tévedtünk, ahol nem vagyunk túlságosan ismerősök, és nem volt megjelölve nagyon, hogy azon a környéken fizetni kell. Ez egyiket a Robert Károlynak a Leheltél felé eső része. Gyakorlatilag ugye Robert Károly számít egyfajta ilyen demarkáció vonalnak, igen. És onnan befelé már a Leheltér felé már fizetős. Matrac vagy szőnyeg, mert ott csak matracos boltok vannak, meg szőnyeg voltak. Mi volt? Állatkórház. Azt hittem, hogy matracot néztek. Azt a tanácsot kaptuk, hogy a kórházba, vagy inkább a lakótelepi oldalon parkoljuk, mert előttük nagyon kevés a parkolóhely, és hogyha valami sürgős eset van, akkor nem tudnak beállni, úgyhogy mi gondoltuk, hogy ezt figyelembe veszünk, hogy nem állunk belléjük. Beálltunk, már visszanéztem, már ott volt az úri ember. És futottál, hogy ne! Igen. És már? És azt mondta, hogy de. Nem, már. Igen. És azt mondta, hogy de. Nem. Úgyhogy mondom, de. Tehát 5 percen belül parkolójeggyel vagy mobil parkolásra rendelkezik, blablabla. Felülvizsgált célba ügyfélszolgáltunk a személyesen, vagy valamely írásos élérhetésünkön igazolja, hogy nem lehetne, hogy itt kolykabba adnak, vagy sztornoznak, vagy nyomnak egy gombot, és akkor el van itt, menjél be, intézd el. Igen, hát nincs egy sztornód, mert akkor az felveti adnak az esélyt, hogy adtál egy ezrestő sztornóhoz, tehát ők nem tudnak eleve törölni. De ott van a jegy, vagy utólagos bemutatás ilyenkor. Utólagosan szépen menjél be. De hogyha 5 percen belül van, tehát a podiazás megkezdésétől számítva, ide van írva. Nem tudsz tornozni. Ne olvasd meg. Rendelet 48-es paragrafus 3-as bejegyzés, nem, csak a jogszabály. Csak azért, hogy igen, rá van írva. Nem tudsz tornozni. Ha rá van írva, akkor miért ne lehetne ezt itt a helyszínen így jelentkezni? Miért kell nekem utána ezzel foglalkozni? Azért kell vele utána foglalkozni, mert nem vettél jegyet. Azért kell vele utána foglalkozni, mert jogszerűtlen magatartással. Egy kis jó indulatot a állampolgárnak. Nem akartam elsumákolni, elsúnyogni, én fizettem volna. Hát tudjátok, hát mondjuk, ha valaki, akkor én fizetek. Én azt jó rendszernek tartom, hogy ők nem tudnak törölni, ne tudjanak törölni, mert akkor akinek van pénze, megmenekül, akinek nincs pénze, szegény, nem akar erre 1000 forintot költeni, vagy csak nem akar senkit megvesztegetni, azt meg megbüntetik. Az megint egy korrupt rendszer lenne. Tehát törölni ne tudjon. Az tök jó, ha egyszer beütötte, ne tudjon törölni. Szépen
menjél be, azt mutasd be. Na, vettél rá jegyet? Várj, az marha fontos, hogy vettél le jegyet. Arra nem vettem, befizettem bírságot. Jó, mert akkor 1400 forint. 3300. 3300 a gyors bírság. De nem mindegy, mondjuk egy... Ez most ezt kezdték el fúrni, ezt az 5 perces rendszert kezdték el fúrni, erről beszéltünk már a múlt héten mi is, hogy ugye ezt fúrják meg, hogy nincs ez az 5 perces türelmi ízé. De aztán ezt a tarlós lefújta, lesz 5 perces. Megvan az 5 perces, de ha nincs jegyed, akkor hiába nem is tudsz, hova mész? Tehát akkor hogy fogod bizonyítani, hogy te ott álltál, te pont beküld van e-mail cím rajta, beszkennelem, és utána beküldöm, hogy befotoz, és beküldöm nekik melléklet. De hogy nem egyértelmű ott a szituáció, azt az is mutatja, hogy pont miközben én ott mérgelődtem, odért egy másik úr, és mi a tök? Itt fizetni kell. Szerencsétlen tőt is, de már sajnos nem tudunk beszélgetni a parkolőrrel, mert észrevette a sarkon egy vészvillogós, vagy ilyen kis, hogy hívják ott, ilyen kis mentőt. Dobozost. Észrevette egy mentőt. Amiből szedték ki a beteget éppen. És nem hiszitek, ez kerázott át a másik oldalra, hogy elcsípje. Hát ők nyilván ezután kapnak lóvét. A fickó leállt az autóval, beszaladt a sarokra, kirakta a vészfülogot, már így emberünk már... De ezt nem büntetheti meg, ha úton áll, aha, akkor nem büntetheti meg. Hát ezt átadom neki az üzenetet. Ha te a két sávos úton mondjuk megállsz, teljesen szabálytalanul teszem hozzá, a külső sávban vészfülogóval is oda beszaladsz valahova, ott téged, a rendőr megbüntetett, de ő nem. Hát én ezeket nem tudom. Én az egész témában nem vagyok érintett. Én mindig becsületesen parkolok, és nem is értem azokat, akik nem néznek körbe, és nézik meg azt, akik egyszer nem is számomra teljesen felfogadatlan. Elmondtam, hogy van egy applikáció, töltsd már le, egy olyan applikáció, ami megmondja, hogy te most hol vagy, és kell-e fizetni, vagy nem. Ez egy sima, egyszerű magyar találmány, még GPS alapú, megnyomod, és kijelzi, hogy ön nem fizető zónában van, ön fizető zónában van, sőt, még a számot is beadja neked, és az el tud indítani az applikáció keresztül a parkolást. Jogos, ez tanulópénz volt a részemről. Mondom, ugye a Robi Karcsinak a másik oldala, ott a Juvénak az oldal, az nem fizetős még. És én de. Nem. De, már megnéztem. A Juve oldal az nem. Nem. A másik oldala már igen, tehát a Honvéd Kórház felül oldal már igen, de mindegy, nem menjünk bele, mert megnéztem. Igen. Tehát megnéztem a térképet, hogy vannak most felosztva az övezetek, és úgy van, hogy a Juvénak az oldal az még nem, a másik oldal meg már igen. Tehát, hogy ott olyan okosan van kitalálva, mindegy, mi most pont így belecsúsztunk ebbe a dologba, de legközelebb már ilyen nem lesz. Megtanult az egész 13. kerület. Ugye most fejbe van, most fölkelted éjszaka, és megmondod, hogy Jász utca, nem fizetés. 13. domus. Kérem, le vigyék el. Mindegy, nem baj, hálás vagyok, tényleg itt lesz, mert a gyereknek majd december 6-ára majd beberakjuk bele a csomagot. Annyi, hogy vesztek bele egy virgácsot, egy csokoládét, és már megvagytok egyébként. Csak egy virgácsot, milyen csokoládét. Egy fél narancsot, meg egy fonyat mandarin. Elroblik a fogra. És már megvagytok. Úgyhogy de jó munkát kívántam neki, meg további szép napot, de még utánam szólt. Csak a munkámat végzem. Szegények, hát mindenki beléjük rúg. Még rohadt rossz indulatúak egy csomószor, meg szemetek is, meg aljasan is tudnak viselkedni. Nem volt barátságos az ember egyébként. Nincs bennük könyörület, csak a pénz, a büntetés hajszolásra. Tehát ők lóvét kapnak, hát ezt soha nem mondta ki senki, de ők bizony van egy alapbérük, és utána a büntetések alapján ők kapnak valamennyit. Mert ha ők megkapnák a fixet, nem lenne érdekük büntetni, és kávézzának és sétálnak körbe, és nem néznék az autókat. Nekik büntetni kell, soha senki nem fogja bevallani, de azért kapnak ők pluszt, hogyha minél több büntetés. Sikerdíj, így van. Tehát ahogy az ellenőrök is egyfajta sikerdíjban vannak, ők is, tehát nekik büntetni kell. Mindegy, igazából tényleg mi vagyunk a hunyók, figyelmetlenek voltunk, hülyék voltunk, bűnözők voltunk, amely kinek mi tetszik. A fotó meg volt, vagy ezt akkor készítette el, mert az jó módszer, hogy beugrassz a kocsiba, ugyanis ha benne ülsz, akkor állítólag nem büntethet. Érdekes volt egyébként, hogy előbb a fotó készülésén, tudod, hall egy és a csukott szélvédőri megérkezem. Hogy 100 000-es a károt tudod, csak ne büntessenek meg. Hogy melyiket kellene előbb elkészíteni? Mert úgy csinált, hogy előbb elkészítette magát a büntetést, rárakta a szélvédőt, és aztán fotózott. Aztán fotó, az a jó, mert ugye neki látszódnia kell a képen. Tehát ha ott van a csomag, de látod, hogy veszi elő a fényképezőképet, akkor marha gyorsan beülsz a kocsiba, és így integeszi. Mondom, hát hagyjál, itt vagyok. Rátámaszkodok, hogy legalább látszik, hogy ki az autó. Ennyi, kell egy SMS, mondom, egy ilyen applikációs. Beszálltunk most a nagy közösbe. Beszálltatok a nagy közösbe, helyes. 15 naptári napon belül, így írják, 3313 forint. Ment is, ott van, már tudhatunk.
ez neked egy trauma, hogy te a tüktig rendes gyerek kapott egy büntetést. Én azt, ugye? Az. Hogy nem média feldolgozni. Pedig az. Azért ezt azért értem, hogy 3000 forint, azért ki lehet köhögni. Na, szóval, hogy azért fél órára megyünk, akkor én 2 órára fizetek. Na, csak biztonság kedvéért, nehogy gond legyen. Tehát ő, aki mindig mindent befizet, most egy ilyen kis apró hiba, és kész. Kellett nektek itt menőzni, autóval menni, meg mit tudom én. Itt van itt, mert mentük a villamosra. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket, hogy mit írnak hallgatóink, kivel mi történt reggel, mi helyzet az utakon, hány fok van, és ki mire ébredt. Ózd 6 fok, ezt Évi Bébi küldte nekünk. Igen, nálunk is csípős a reggel, Budapesten 1-2 fok van, úgyhogy hűvös. Hűvös kis a reggel, lehet, hogy délután jó lesz, de most hát még hűvös. Tegnap milyen jó idő volt. Jó lesz ma is, azt mondják egyébként, csak hát még reggel kell. Azt mondja, hogy sziasztok, Bari, kocsikulcs, telefon, feje, nyakadon, ha ez mind megvan, tűnt el az SMS írója, és a másik része már nem jött. Tehát gondoljuk, akkor lehet indítani a műsort. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Szlovákiából tartok hazafelé, Rajka irányában, a Duna mellett, helyenként megfagyott foltok vannak az úton, eléggé csúszik. Erős köd van egy-egy rövid szakaszon, pár méter a látási viszonyokat, illetően olyan sűrű, a kutyát is meg kellett fordítani, az udvar felé ugatott, szerencsére tisztul az idő. Jó utat kívánok mindenkinek. Sziasztok, ismerem a veszprémi orvost, és bár nem szép dolog, amit tett, nagyon jó ember. Írja nekünk egy hallgató. Drága hallgató, akkor te nem vagy tisztában a fogalmakkal, és nem vagy tisztában az, hogy ki a jó ember. Ő nem jó ember, ő egy nagy büdös bunkó, aki reméljük hosszú éveken keresztül a börtönben fog megrohadni. Beteg, rákos emberektől pénzt elvenni, megzsarolni őket, a félelemre appellálva, hozzátartozókba belőlük pénzt kicsalni, hosszú éveken keresztül ezt elkövetni. Azért nem jó ember. Ha te ezt tartod jó embernek, akkor vagy csatlakozzá hozzá, vagy gondold át, hogy szerinted mi a jó ember, ha ezt komolyan érted, ő nem jó ember, egy aljas rohadék. Reméljük, hogy a másodfok is ezt értékelni fogja az első fok ítéletét. Tehát majd, amikor neked lesz rákos valakid, és belőle kicsalnak pénzt, vagy belőled, ne adj Isten, nem kívánom, akkor majd gondold át, hogy mennyire jó ember az ilyen. Pont tegnap foglalkoztunk ugye ezzel a veszprémi doki valakit. Nagyon komoly 100 000-eket kért el olyan kezelésé, ami egyébként járt volna a kórházban, vagy vizsgálatért. Nem meríti ki a jó ember fogalmát. Messze van ettől a jó ember. Sajnálom, ha így gondolod. A részletfizetésbe is belement. Így van, és utána még a járóbeteg rendelése hosszú ideig fenyegette a betegeket, hogy miért nem fizették ki, még ki a műtétet, ami egyébként alanyi jogon járna. Úgyhogy... Még 2 részlet, Marika néni. Sajnálom, tényleg ez szörnyű, ha így gondolod. Azt mondja, hogy ha benne ülsz, nem merített ki a parkolás fogalmát, benne kellett volna hagyni Mónikát, ugye még válaszolva. Vagy csak legalább spóroljatok 300-at, vagy legalább maradsz. Bólogatos kutyát előre ültek. Igen, hogy egy ilyen felfújható bábút tudod. Tényleg, egy guminőt. Egy guminőt berakni fogja a kormányt, és akkor megvagytok. M0-ás Gödöllői lehajtónál útszórás van. Atya úristen, és Veresegyházán pedig egy drága hallgató -2 fokkal indítja a reggelt. Nem finom. Hát, valaki azt kérdezi, Jani, milyen végre a rossz fiú szerep? Kicsit olyan Jason Stathamos, tényleg. Tehát most így hazaértem, érzem, hogy jó. Most ma visszamész, és megütöd a csávót. Hallod, innen mi jöhet? Innen már mi jöhet? Egy gyors hajtás. Te most komolyan. Na, mutatjuk velünk, mi történt gyorsan tegnap, mármint, hogy tegnap történt, és most gyorsan megmutatjuk. Ugye hát itt volt egy kínai delegáció, és szenzációs az egész történet, kicsit magyar, kicsit a miénk, kicsit savanyú, de legalább itt voltak. Szerettek volna elektromos buszt venni. És fölültek a buszra, a boldog kínai delegáció, és már éppen kezdték volna aláírni a szerződést, hogy hát nem tudom, Szecsuan tartomány, vagy 1,5-2 millió darab buszt berendelnek, és a következő csak az 10 évre, csak az íze véget, igen, próbajáratra, és a következő 10 évre ennek a magyar cégnek megvan oldva mindene, amikor is a busz egyik kereke kiesett. Hogy ezt a kínai delegáció üzletét valaki szabotálta, vagy egy szerelő nem akart ott dolgozni, kirúgták bosszút, tehát nem tudjuk, minden esetre a buszkereke elhagyta a buszt, ami azért egy nagyon nagy blama. Nagyon nagy blama, ráadásul tehát... személyisérülés is történt, úgyhogy a sérültnek mindenképpen mielőbbi gyors felgyógyulást kívánunk. De hát azóta nyilatkozott a cégnek a képviselő, és azt mondja, hogy ők se értik a dolgot. Tehát, csavarok megvannak, tehát nem szakadtak le a fejek, hanem ki vannak csavarodva. Ki vannak csavarodva, hogy ezt most valaki kicsavarta, vagy nem csavarta ki, nem tudjuk. Minden esetre mi arról beszéltünk, hogyha ott vagy a buszon, és te vezeted ezt a kínai delegációt, akkor mivel próbálod menteni a helyzetet, mit tudsz mondani, és mit lehet ilyenkor közvetíteni, hogy ne keseredjenek el, vegyenek belőle sokat, mert az évszázad biznisze fog elúszni, ha ők most hát nem vesznek és nem rendelnek buszt. Föltettünk az Instagramra is egy fotót, ahogy a kínai delegáció egyébként vakarja a fejét és nézi a kigurult kereket. Hát ez meg ilyet még ők se láttak. Ez meg hogy történhetett. Úgyhogy megmutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, már ami ugye ezt a témát illeti. Közben pedig lehet jelentkezni játékra. Hogy állunk? 2-0. Jól. Megnyertük a hetet.
Hát az... Az jó. Semmi az izgalom, semmi, jó. Semmi. Hát még egy ilyen... Még lehetünk eminensek is. 3-0. Legyen 3-0 hozhatjuk, jó? Úgyhogy mutatjuk az ismétlés közben jelentkezettek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 10 perc van 7 óra, én megölöm magam, ha még egyszer meg kell hallgatni ezt a zenét. Ezt a vidám, jó pörgős dal. Jesse James, Green, Glue. Na, ezt ajánlotta tegnap a Csabi? Ezt. Hát ez többet nem ajánlhatja. Hát ugye, neki bejött érted az élet is, meg ez is. Baleset történt a Soproni határátkelő felé vezető úton. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Az M3-as bevezetőn teljes káosz várható, mert a Szerencs utca előtt a belső sáv lett zárva. Munkavégzés miatt kitartás mindenkinek. Aztán beállítottam a kakas, felébredtem, szeretnék játszani. Először Janival játszottam 2014-ben, aztán 2013. október 16-án Ferivel. Rommá vertem mindenkit, most már csak Balázson hátra. Hát az a baj, hogy 6 óra 41-kor már lehet, hogy egy picit késő, Anna előbb válasz játékot, de szeretjük, ha valaki ennyire durván tud arcoskodni. Tessék előbb jelentkezni, és minden esélyed meg lesz, hogy játékba kerüljél. Csak egy picit szerintem ez már késő. Na, 2-0-ra megyünk? Ez a helyzet? Igen. 2-0-ra megyünk, jól van. Hát akkor meghallgatjuk, illetve megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Oh, hello, Anita! Hello. Anita, honnan hívtál minket? Hát éppen úton vagyok, tehát az autóból telefonálok, Békés Csabáról tartok, Gyöngyös irányába. Békés Csaba, Gyöngyös! Hát, ne hagyd el azt a csodálatos várost! Ez minden nap megteszed, ez a Békés Csaba, Gyöngyös? Ez egy ilyen bevet? Nem, ez ritka alkalom. Mondjuk így, de utazós munkám van, úgyhogy azért elég sokat megyek. Azt hittem, hogy minden a Békés Csaba, Gyöngyös, az kemény, igen. Kivel játszanám? Hát Csabai révén Ferire gondoltam. Én új kígyósi vagyok. Ez alapján megállom. Igen, új kígyósi, csak hát, hogy Békés megye, Békés megye. Persze, nagyon szívesen. Anita, indítjuk is az órát, legyél ügyes, jó? Jó, igyekszem. Jani? Trist, új is van, és fájl. Azt tudod, hogy a héten már kinyírtam egy A betűs hallgatót, Anikót? Anikót, így hívták a hölgyet? Így. Ő hova valósi volt? Fogalmam nincs. Te Békés Csabai vagy, ugye? Békés Csabai, pontosan. Szereted a munkádat? Szeretem, erre a munkára vártam mindig is. Tápértékesítésre nőként? Pontosan. Inkább takarmány, mint táp. Takarmány, így hívjátok. Pontosabban... Takarmány. Takarmány. Jó, Anita, akarsz kérdezni, érzem. Húha, nehéz a dolgom. Megvallom őszintén, izgulok. Kérdezz. Mikor költöztél Pestre? 20 éve. Az nem most volt. Hát de kár érte. Pedig. Anita. Azt a mindenit, és már itt lett volna a véged, hát akkor ezt meg is állítjuk. Szép volt, Feri! Pedig nagyon élveztem ezt a játékot, nekem most tetszett. Általában ugye, ha valaki passzív, azt nem szeretjük, de te nem voltál, csak gondolkoztál, kiszünet a Feri részéről, a te részedről, egy támadás, egy hárítás, egy visszaszúrás, egy ellentámadás, itt minden volt. Úgyhogy hát ezt szerettük, sajnálom, jól játszottál egyébként. Jól játszottál. Nagy taktikai csata volt, egy Kutuzov és egy Napóleon, vagy Kutuzov né és egy Napóleon csapat. Nagy csata volt. Szintén izgultam, legközelebb sikerül. Majd igyekszem. Jó. Köszönöm szépen. Sajnálom. Köszi, csáó. Előre a boldog malacokért. Szia, Anita. Hello. Mind a takar. M3-as bevezető már most dugó van. Szerencs utcai szakaszán befelé egy sávot lezárták. Nagy a dugó, aki tud kerüljön, és a Soproni határ átkelő előtt brutál baleset kamion személyautóval ütközött, úgyhogy azt a részt is kerüljetek el, ha arra felé mentek, és át akartok jutni a határon. 6 perc múlva 7 óra, jövünk Ákos híre jutem. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.
7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Gáspár Laci írja valaki, és egyébként tényleg, hát Gáspár Laci milyen jó, Gáspár Laci milyen jó volt a Star Wars műsorban. Laci gyerekek, ahogy Jackot nyomott, hát azt egészen imádtuk, tényleg nagyon jó volt. Igen, ott kellett volna a bajnál a TV2-nek. ez egy jó műsor volt, igen. Jimmy a király, kiváló zene és művészi előadás. Köszönjük szépen. Boy George-ot írtátok még, Erox Martin, te jó Isten. Erox Martin. Ezt a zenét sose lehet megúni, ez Dávid. De nekünk ez így van egyébként, egy jó Jacko, és az emberek jobb kedve lesz, így van. Na, nézzük, hogy mi helyzet a közlekedési frontunkon, ha lehet így mondani. Trafi Balaton Almádiban a 71-es főúton a Molkútnál, ez Zsanett küldte nekünk, baleset az M5-ös 46-os kilométerénél. Aztán az M5-ös autópályán Szeged felé a Dabasi lehajtó után körülbelül 1 kilométerre baleset történt. Egy autó a belső sávban gőzölög, ott is lassabban lehet haladni. Budakeszin a mozdonynál nézik a tilosba járókat, és igen, az M5-ös most történt a baleset. A Szerencs utcai szakaszán az M3-asnak egy sávot lezártak, nagy a dugó, ott állítólag valami új útépítés kezdődik, és emiatt. Igen, kitartás mindenkinek, írja még egy hallgatónk ugyanezt a hírt, illetve a Csömöri hív ütközött a hív átjáróban egy autóval, a kocsi csúnyán néz ki, de a sofőr épségben szállt ki, ez pedig tékülte nekünk. Én nem akarok nagyon sokat háborogni, de szerintem valamit csinálni kell Budapest közlekedésével, mert eljött a vég. Eljött a vég, és szerintem nem lehet ezt most már megcsinálni emberekkel és az itt lakókkal, amit csinálnak. Tehát az, ami például van az M1, M7-es bevezetőn, kivezetőjén, az olyan szintű nonsens szerintem most már, hogy ebből elégen. Tegnap kétségbe esetten hívtam a Julit, hogy Juli, 7 órára kell egy megszólaló, mondja el, hogy mi van itt, ezt nem hiszem, mert szerez valakit. Tehát nem lehet egész egyszerűen emberekkel megcsinálni azt, hogy hosszú-hosszú hónapokon keresztül órákat töltenek el ugyanazon az útszakaszon. És olyan, nem tudom, ti érzitek-e, mint a soha nem lenne vége. Tehát fél Buda megbénult, a Moszkva tér, a Fonódo villamos, a Vörösvári út miatt emberek hosszú-hosszú hónapokon keresztül az agyukat, a gyereküket, az idegrendszerüket próbára téve állnak a dugóban, mert megbénították Budát. Nem? Nem lehetett meg közlekedni. Meg, de ugyan... Reggel mész, este jössz. Utána most nem tudsz bejönni a városba. Tegnap lezárták az M1 M7 bevezetőjét, ment egy ilyen munkagép, és 5 autóként engedték át úgy a forgalmat, hogy nem túlzok, az M1 M7 bevezető majdnem végig a Török-Bálinti Osan kora Tesco-ig állt a sor. Azt tudod, mit jelent? Ott állsz a dugóban egy órát. 10 kilométer. Az egy 10 akárhány, vagy 8-10 kilométeres sor. Tehát, hogy van egy pont szerintem, amíg lehet az autósokkal szórakozni, és van egy pont, amikor rá kell jönni, hogy ez így tovább nem fenntartható. Mert nekik is van családjuk, munkájuk, idegrendszerük. Nem lehet ezt a végletekig húzni, és egyik építkezésből esünk a másikba, egyik dugó a másik után, nincs vége. Nem tudsz most hazamenni az M1-M7-esen, mert olyan dugó van, hogy dugul a Bakcsomópont, dugul a Petőfi híd, végig minden. Meddig tart ez? Hát amíg el nem készül, ugye, én ezt értem, szoktuk, igen, de nem lett megszólalunk, aztán végül. Aztán, és mert nem tud mit mondani, ugyanis azt fogja mondani, hogy kérem szépen, ütemtervszerűen haladunk a felújításon, és ha kész van, akkor biztos, hogy lesz egy csőtörés, és megint fel fogják bontani. Az van, hogy otthon kéne hagyni az autót, és akkor jössz. De miért? Nem hagyod otthon az autót. De otthon kéne hagyni az autót. Mi az, hogy otthon kéne hagyni az autót? Nem hagyod otthon az autót. De nem közlekedhetetlen a város. De emiatt én nem hagyom otthon az autót, meg emiatt az a sok százer ember sem hagyja otthon az autót, aki bejár az agglomerációból, nem tudsz rendesen bejönni, időbe kell bejönni, nem hagyod otthon az autót. Mert nincs alternatíva, ebben igazad van, de otthon kell hagyni az autót, akkor nem lesz dugó. Mondom, hát jó, Feri, de hát ilyen alapon. Én is autóval járok, de gyerekek. Nem hagyod otthon az autót. De te neked más? Azért neked, bocsánat, más autóval járni. Na hát most cseszhetek le engem, de tényleg. De te miért? Te álszent kis Újpestről. Aljadék. Te fölössz a metróra és leszállsz itt. Én álszent módon BKV-zom. Igen. De azért ne felejtsük el, hogy azért itt él nem tudom hány százezer ember, akinek nincs sem metró kapcsolata, hanem hogy jönnek be Budaörsről, jönnek be Török-Bálintról, jönnek be Diósról, jönnek be Érdről. A busz ugyanúgy áll a dugóban. A busz ugyanúgy áll a dugóban. Miattad áll, aki kocsival. Amiatt áll, mert nincs egyszerűen ez az egész megtervezve. Az egyik felbontás a másik után, semmiféle rendszer nincs a dologban, nincs az, hogyha most egy évre megbénítottuk Budát, és szét tönkretettük a budai autósok idegrendszerét. Hagyjuk őket egy évig időbe beérni, időbe hazaérni, legyenek a családjukkal, menjenek munkába, érezzék kicsit azt, hogy jól megy a forgalom, majd egy év múlva szétszedjük az aluljárót, és bénítjuk meg konkrétan úgy Dél-Budát, nem tudom milyen Budát, hogy ott
tényleg szorongva indulsz el minden nap haza, és szorongva indulsz el minden nap a munkába. Négy sávon ömlik be a forgalom, egy sávra terelték tegnap. Egy hát sávra. Azt tudod, mit jelent? Igen, pont a negyedet. Tudom, mit jelent. Az a baj, hogy te félreértitek a dolgot. Nagyon. Nagyon félreértitek. Tehát, hogy nem ez a város, és a világ egyetlen egy olyan városa sem, amit nem ma terveznek, nem alkalmas arra, hogy ezt a mennyiségű autóst fölfogja. De ennek. Ezt mondtam tegnap, nem lehet széthúzni. De alkalmas, ha megvan. Nem lehet 8 sávot csinálni 4-ből, Balázs. Nem. És ti az agglomerációból be akartok jönni de a most, városba. Most értetek is, haragszom, hát legyetek velem ebben a dologban. Hívtuk tegnap a közútkezelőt, azt mondta, nem közútkezelő, BKK, BKV aluljára. A gazdája sincs. De őt hívtuk, most valami M4, nem tudom milyen metró konzorcium, akik majd adnak egy írásbeli nyilatkozatot, nem akarnak nyilatkozni, csak mondtam Julinak, hogy derítsd ki, hogy körülbelül mit tudunk mi holnap reggel mondani a hallgatóinak, hogy ez meddig tart. Tehát mi történik most ott, én tudom, hogy aluljáró budaörsi csomópont nagyon fontos, nagyon szép kell, hogy legyen, de nem lehet egy év feltúrás után most beleesni megint egy ilyenbe. Olyan, soha nem lenne pihenő. Látom nem? A honlapi címlapot. Tarlós Istvánnak új kihívójakat. Vitézitől megszabadul, de itt van Sebestyén. Tegnap vendül a gyerekek a felvételére. És fél ötkor kellett volna megjelenni. A gyerek felvételizik, hogy eleve olyan volt, hogy habzik a száp, tudod, mi lesz? Nem veszik föl! Öltöztetek szépen a gyereket, elkésünk. Ráadásul közgáz, ugye, ha ben van a város. Ráadásul ilyen magánegyetem, persze, hiszen már 7 éves. És a Viki fél négykor elindult, és fél ötkor álltam az iskola előtt, és nem őt hibáztattam, mert rengeteg szülő elkésett egyébként, akik szintén innen jöttek be, és nem értek oda. És ekkor hívtam Julit, hogy na, holnapra legyen valaki. Na, szóval, hogy ez nem lehet megcsinálni. Egy ideig lehet, és mindenki örül, ha szebb lesz a város, szebb lesz a főváros, ahol nálad építkeznek, az biztos egyre jobb lesz, és egyre szebb, de van egy pont, amikor azt kell mondani, hogy na, eddig tettük próbára őket, most egy kicsit hat pihenjenek. Ezek meg kell csinálni. Mindig az, hogy amikor valaki nyilatkozik, akkor azt mondja, hogy jó, csak ezt az időszakot kell túlélni, mert akkor majd júniustól, szeptembertől, igen, februártól akármi, majd sokkal jobb lesz. És akkor megint kezdődik valami. Igen. És akkor megint azt mondják, hogy na most ezt az időszakot éljük túl, és valahogy az egész egy ilyen végtelen történet. Fizetsz egy csomó díjat, egy csomó járulékot, igen, az útra, az autódra, egy csomó mindent. Ebből nem akarod azt, hogy építkezésbe essél bele, legyen ez valahogy úgy kitalálva, tervszerűen lássál benne egy rendszert, hogy valahogy akkor ki van találva egy menekülőút, valahogy meg van szervezve, ezt lezárom, de ott elengedem, és benyeli az, a város a forgalmat. Ez nem megy. Na, ez így nem megy. Azt értsétek meg, ti, akik az agglomerációból közlekedtek, és felülünk fővárosiak elől elveszitek az utat. Rohadjál te meg ott! Hogy nem lehet beparázni reggelenként a Hungáriát. Az agglomerációban lakó emberbe, csak a Pesti az ember, érted? És olimpia, érted? Olimpia, hát kérem szépen, miről beszélünk? Milyen olimpiáról beszélünk? Ha ez rendben lenne, akkor is így. Két ilyen szimfóniát szívó, ilyen feltolt sapkás emberke, ott egy ilyen úthengerrel ott tologat. Nem mondjuk, ők a legkevésbé hibásak. Nem, most nem azt mondom, érted, és egy ilyen kicsi mikromarkoló géppel ott ezért lezárták a forgalmat, 4 millió ember a 4 sávon, érted, menne haza, nem tudom, vinni a gyereket valahova, és egy szegényke ugye megállított, és 5 autót elenged, majd kicsosszogott egy szintivel a szájában, megint megállította, érted? Már láttam a jövőt. Hát, elnézést, ez itt mellette Michael Phelps lenne egy döntője, egy picit később, majd nem olyan sok egy óra múlva, hogyha esetleg átengedni. Engem elmények, ki az a Michael Phelps, innen becsáv egy múlva. Atlantozunk, kérem, hogy ellen leszárom, ki az a Michael Phelps, ennen becsáv vagy. De tényleg, nem így van. Elnézést, igen, tehát játszanánk a pólósaink játszanánk egy olimpiai döntőt a szerbeken, nem érünk oda. Itt most aszfaltozás van, kérdez, itt sem van. A Velencei dóban. Ennyi visszám egyet. Akarsz, hogy a tízesen elintéztük a körforgalmat. Ugye emlékeztek rá, micsoda gyönyörű volt az, hogy megcsináltuk, és ne ugyanúgy áll a sor, mert bent a város nem tudja fölvenni. Nyilván nem ellenetek szólnak. De akkor kell egy terv arra, hogy milyen alternatív úton, hogy milyen alternatív közlekedést, hogy hozom be, hogy ráveszem arra, hogy letegye az autóját, P plusz R-t építek, olyan buszsávot alakítok ki, hogy felszálljon rá, és nem azt halljuk, mint évekkel ezelőtt, hogy azok az autósok, akik szeretnének bejönni az agglomerációból, álljanak az Osan parkolójába. Ugye mi készítettük ezt az interjút itt a Morning Show-ban, és mondta el nekünk az ember, már nem tudom ki volt, hogy mondom, hogy tegyek le az autósokat, ha nincs P plusz R parkoló valahol a város határában, ahol leteszi, felszáll egy tömegközlekedés, és megérkezik. Az emberek nem hülyék, ezt szívesen megcsinálnák.
Azt mondta, nekünk itt reggel a Morning Show-ba álljanak az Ossan parkolójába. Hogy örült az Ossan? Ott az Ossan vezér félrenyelt a sok magvas bucit. Mi? Igen, erről ez, ő mit szólt, amikor ezt meghallott? Tehát érted? Nyilván nem azt mondom, hogy ennyi autót el kell és el tud nyelni egy város, én nem ezt mondom, de hát akkor el kell kezdeni valamiféle megoldáson gondolkodni, nem? Így van. Hát el kéne kezdeni. Mondom, ez a világ összes városában így van, tehát mindenkinek is, nekem is le kéne tenni az autót. Ekkor jössz te, hogy de nem tudsz rendesen bejönni a városba, és igazad van. Csak nem, tehát hogy azt kell látni, hogy nem, attól nem fog megoldódni a probléma, ha most ezt az aluljárót az M1 M7 közös szakaszán átadják. Érted? Ha ott most holnaptól nem lesz felújítás, akkor egy picit, egy nagyon rövid ideig kisebb dugó lesz. Egy hét múlva mindenki azt fogja mondani, hogy gyerekek, szabad a Budaörsi, gyerünk megint erre mindenki, és ugyanúgy fog beállni az egész. Nem, azért nem áll be ugyanúgy. Azért tegnap itt 10 kilométeres dugóról beszéltünk, azért azt elnyeri. Mindenki felvételizni, mert biztos. Na és mi van? Bejutott a gyerek? Azt azért mondd el. Hogy több fordul, több, nehogy azt mondd, hogy 6 évesen több körös felvételire megy a srác. Nem, igazából nem olyan felvételi. Tehát, hogy van egy matek, egy irodalom, egy csillagászat és egy asztrofizika. Ja, pici filozófiával. Pici filozófiával kikérdezik Szokratészből. De ez olyan stressz ez a felvételi, hogy megmondom ezt, én komolyan tényleg beleőszülök. Tehát én mindent megcsinálok, amit kell. Elmegyek az összes szülői fórumra, ott ülök, az összes barátkozom, puskát készítek a gyereknek. Rongylabdával dobálózom. Ez valami elképesztő. Rongylabdát teszek a fejemre, és bedobom a zsákba a közepére, táncolok a szülőkkel. Tényleg mindent megteszek, de egyszerűen az ember annyira... Eli, itt a töklámpás forgás puskát. Ne, hogy itt felejtsd. Ha rajzot kérnek, add oda, ezt apa csinálta. De tényleg, tehát ez szörnyű stressz a szülőnek egyébként, nem? Tehát ezt te már átélted. Én meséltem tavaly is, röhögtetek, ugye? Kiröhögtünk, mert, de most már megértem, hogy mit éreztél. Semmi más nem, igen, akarsz, csak meg akarod találni a gyerekednek a helyét, és az most tök mindegy, hogy te csak mit legyen jó, ő érezze jól magát, persze, igen, legyen jó helyet. És 6 évesen, igen, és pont ezt mondtam tovább is, hogy mit mondasz a gyereknek? Ne foglalkozzál semmivel, csak menjél be, és csináld úgy. De apa, miért kell úgy bemennem, hogy akkor beleraktad a stressz, vagy elmondod neki, hogy ez életed első nagy megmérettetése, gyerekem. Akkor azért rakod bele a stresszt. Hát most mit mondasz neki? Hát semmit, hogy mindegy, hogy hol leszel, csak maradj ott 6 órát legalább. Ja. Igen, szeretem. A fűtőbácsihoz is lemehetsz, csinálsz, amit akarsz, kapirgálsz a kertbe, vagy ami, csak maradj ott. Igen, ez a fajta érzelmi intelligencia. Ez tetszik nekem, ahogy elindítjuk a gyereket. A szombaton megy egy felvételire, és most a felvételi az ugye idézőjeles, hát azért ez nem egy egyetemi vagy egy gimnáziumi felvételi, de tényleg, szóval, hogy azért ez nehéz helyzet, és egy olyan felvételi, hogy belököd a gyereket, és ott hagyod, és aztán 2 óra múlva ugye visszaadják majd a gyereket. Igen. És hát szülőként azért ez olyan izgalom, hogy... Következő! Neve! Sebestyén menet. Jó, kiskece lányom! Kiskece. Láttam sokat felvételét. Sok helyre kísérted a gyereket. Nekem ez új egyébként, ez a felvételi dolog is. De akkor még nem volt. Akkor még nem volt nálunk. Tehát területileg oda tartozunk, fel kellett, hogy fel is vettél. Ha területileg oda tartozol, akkor elvileg oda nincs felvételi. Ha te szeretnél iskolát választani, vagy valahova máshova elvinni, vagy esetleg olyanba, amit te szeretsz, vagy neked szimpatikus, vagy valamiféle alternatív irányvonalat képvisel, és nem feltétlenül a hagyományos barnán, akkor azért azt valahogy meg kell szűrni, és van mondjuk 80-90 gyerek, de hát abból lesz egy 30-40 gyerek, akit mondjuk ők fel tudnak venni, ha vannak olyan szerencsés helyzetben, tehát ez egyszerűen kénytelenek valahogy azért szűrni, nyilván. És hogy döntik el? A pénzfeldobással a végén. Nem tudom, hát ez nyilván szakmailag döntenek, én nem vagyok ott a tanári karban. Na, beépülök egy álbajusszal, és felveszem a saját gyerekemet. Most viszik Danikán, én látják. Pont ezt. Döbbenetes, pont ezt gyakoroltuk vele tegnap egyébként. Hosszan és hangosan a dugóban énekelték. Hosszan hangosan a dugóban. Nem, én nem mondok semmit, hát nem tudok neki. Legyél ügyes, menjél, aztán érezd jól magad. Hát ennyit tud az ember. Most azt mondod, hogy figyelj, ez egy felvétel. Az így, most aztán bármit kérdeznek azonnal. Most dől el az életed. Most dől el az élet. Ja, igen. Tegyél egy hátizsákot. Ha ezt most elbukod, semmi nem leszel. Igen, szóval ez nagy stressz, de ez tavaly neked is az volt, persze, nem? Persze, mi ugyanígy csináltuk. Ezen. Igen. Én azt mondtam a panyásznak. Viszont a boríték? Hogy? És nem van borítékban. Szeret az igazgatóri a sonkát, vagy mi lesz? Ez biztos, nem lehet borítékban. Ja,
Láda. Akkora élményben soha nem láttam még borítékban disznó. Megoldottuk. Ekkora borítékot, ekkora mangalicával. De már jönnek az események. Melyik iskola ez, Balázs? Elintézem, hogy bekerüljön a Benni. Üdv Pukli István. Tényleg. Nem tudsz, hát nem tudsz igazából. Nem tudsz mondani, érezze jól magát. Mennyi életem csináljad, ha nem ide. Persze, de ha nem vesznek volna, gyere haza, tudod. Soha többé. Ne tegyünk terhet a gyerek nyakába, de tudatosítjuk vele, hogy ezt terhet. Nem várlak itt az ajtóba, apa most hazamegy. Hazatalálsz már egyedül, de csak akkor gyere, ha felvettek. Nem kell neki megmondani, hogy nem vették fel. Egy ideig furcsa, ő fogja, hogy nem szólok hozzá, igen, meg hogy kint eszik, meg csak ha visznek, neki akkor kap. Tehát egy idő után szerintem hozzászokik. Igen. Na, nehéz, ez egy nehéz kérdés. Na, találtunk egy nagyon érdekes cikket, amiről pár mondatot beszélünk, mert hogy Amerikában képzeljétek el, lehetősége van az embereknek, ha nem tetszett egy-egy film, akkor panaszt tenni, és elmondani, hogy miért nem tetszett a film. És létezik náluk egy ilyen ügyfélszolgálatnak nevezett dolog, ami arról szól, hogy ha te valamiért nem szerettél egy filmet, ez lehet, hogy Magyarországon is van, nem tudom, csak én nem találkoztam velem, akkor te megírhatod az ügyfélszolgálatnak, vagy betelefonálhatsz, és elmondhatod, hogy miért nem tetszett neked az adott film, mi nem volt benne a jó, vagy mivel nem értesz egyet. Hogy ezt írott formában teszed meg, vagy erre ott ül egy diszpécser, nem tudom, de ha ott ül, és látva ezeket a jelentéseket, hát nem lehet könnyű dolga. Nem lehet könnyű dolga, amikor is valaki kijön az Alvin és a Mókusokról, a Titanicról, vagy a Kung Fu Pandáról, és betelefonál, és elmondja, hogy mi volt a baj a filmmel. És ezt megtehetik az amerikaiak, elmondhatják, és ha valami nem tetszett. Van ilyen pénz visszavisszatési garancia? Tehát az nincs, az nincs, nem. Az nincs. Nincs. Csak kijöntetik a lelküket. Persze, hát az azért visszakérni nem tudod, hát tönkre menne. Vagy újra forgatják a filmet. Tehát igen. A túl sok bejelentés jön valamire, már... hogy a Titanic elsüllyedt, érted, és hogy a szegény Leo lecsúszott a vízéről az ajtóról, akkor azt mondják, hogy jó, akkor csináljunk egy új verziót. Akkor lesz érendezői változat. Igen, és egy oldal összeszedte ezeket a panaszokat, egészen szórakoztatóak, és viccesek, hogy amerikai emberek mit gondolnak arról, amire beülnek, és mit találtak utána, milyen panaszt találtak utána bizonyos mozifilmekre. Például az Alvin és a Mókusok, ugye mindenki tudja, hogy miről van szó. Sajnos igen, nálunk is a gyerek nagy nézi. Nagy kedvenc, de orba nézik, és bármikor ismétlik, bárhol, kicsit olyan, mint mások lelőszk, és betörők, mi mindig megnézzük. Igen. Mirek szívesen. Nálunk is a Benni. Alvin és a Mókusok. Igen, minden se próbálom beszélni róla. Alvin és a Mókusok. Valaki azt írta be, vagy telefonált be, és mondta a következőt. Szörnyű, még csak nem is igazi mókusokat használtak. Ezt tudta beírni az Alvin és a Mókusokra. Szürke 50 árnyalata, ugye tudjuk, hogy ez miről szól. Ez egy erotikus thriller. Nem tudom. Arra azt írták, hogy nem ábrázolja a belvárosi parkolási lehetőségeket a valóságnak megfelelően. De miért? Mert le tud parkolni a háza előtt a csávó. Nem kell sok idő, hogy látszódjon, milyen ostoba film ez, írja ez az oldal. 2 perce megy a film, a nő megy meginterjúvolni a férfit egy irodaépületbe, valami 40 emeletes acélból és üvegből felhúzott építménybe. Seattle belvárosában történik az egész. Az hagyján, hogy nem is kell keresni a szabad parkolóhelyet, de azonnal bekanyarodik egy üres helyre. Sőt, több üres hely is volt a bejárat alatt, vagyis nem ábrázolja a belvárosi parkolási lehetőséget. Aki egyébként a valóságnak megfelelően. Aki a környéken, aki azt tudja, hogy ez egész csak egy fikció, és idettől kezdve a film hitelességes sem. A Titanicra ugye tudjuk nyilván mit írhatnak, de hát azért ezt be is írták. Annyira nyilvánvaló, hogy a hajó el fog süllyedni. Valaki ezért nem szerette ezt a filmet. Kiszámítható a vége. Kiszámítható a vége, ezt ismerjük. Kung Fu Panda, ugye hát tudjuk, hogy egy a kung fu szerető kis animációs kis mesefilmről van szó, ahol a maci harcol. Nem elég hihető, már sok állatkertbe jártam, írta a lelkes amerikai. Már ott meg. Sokat járok állatkertbe, és Nat Geo Wildot is nézem, tehát nem hiszem, hogy az állatok jártasok lennének a harc. Nem mondjátok, hogy ez komoly. Én még egy pandáról sem hallok. Igen. És még oda tette, teljesen hiteltelen a történet. Nem, már ugye, de ez komoly. Szerintem ez viccből mondja. Nem, ezek komoly beírások. Egyébként nekem is, amikor megnéztem, hogy most így jobban belegondolok, ott kezdett el sátítani tényleg a dolog, hogy én úgy tudtam, hogy a pandák az olyan bambuszrügyeket esznek, ez meg össze-vissza zabál mindent, rizsgolyókat, ilyen leves, olyan szóztak. Táncoló talpak, ugye ez is megvan, hogy mi történik, hogy pingvinek szerepelnek, szexualizálja a pingvineket. Azt írja valaki, gyűlölet és szex egy gyerekfilmben. Valaki ezért tett panaszt. Először is muszáj volt a lány pingvineket apró mellekkel ábrázolni. Mondjuk én nagyon szeretem. Igen, mondjuk ezért eleve egy kicsit kirekesztő. Mivel az a
azokon a pingvin lányokkal, akiknek nagy mellük van, őket miért nem elápászolják? Igen. Másodszor elképesztő zavaró volt, hogy Topi és Gloria négyszer is világosan felismerhető szexpozíciókban landolnak, miután kiugranak a vízből. Jurassic Park, ugye nagy kedvenc? Szintén. Persze. Így van. Azok a dínok nekem nem úgy tűnnek, mintha igaziak lennének. Mert lehet, hogy nem is voltak azok. Nem mondta, hogy nem jó. Wall Street farkasa. Nagyon jó film egyébként, zseniális. Aki látta, láttad a Wall Street farkasát? Nem, hogy láttam. Nem láttad? Nem. Gyöngyvilágtól lompullásig. Igen, elfújta a építeni. Igen. Wall Street farkasa. Következőt írt meg. Nem is volt benne farkas. Egy csillag. Az nem értem, egy csillag. Remek film, de egy farkas sem volt benne. Becsapás. Nincs is benne farkas. Pedig végignéztem, de egy sem volt. Úgy kellene nevezni, hogy a Wall Street embere. Igen, mert hogy nem volt benne farkas. Igen. Óriási. Van, aki a Dino tesóra ír be, az is nagyon jó. Dino tesó, ezt én nem láttam, én ezt nem ismerem. Ő csak annyit írt, végig vártam, hogy mitől olyan jó. De nem tudom, hogy ez egyébként mire vonatkozik. Star Wars ébredő erőt is kommentálták. Nagy csalódás, egy dagadt néző ült mellettem, és valami büdöset éreztem. Én szubjektív szempont, ennyi szólva. Igen. És a Mad Max-re írtak egy zseniálisat, a haragútja. Végig vártam, hogy Max jobban megharagudjon. Ja, hogy nem volt elég haragos. Nem volt. Max nem volt. Max nem volt elég haragos, igen. Nagyon. Meg van egy-kettő, amit én nem ismerek igazából, azért nem olvasom be. Milyen jó, hogy nekik lehet panaszkodni. Igen. Nem? Igen, és hogy egy ráérős idejük van tényleg, hogy hülyeségeket írogatnak be. Igen. Én azon gondolkozom, hogy azért nekünk is nyilván van egy csomó film, és hallgatóinak is, amire lehet panaszkodni. De most nem feltétlen arra gondolok, hogy amikor tényleg az egri csillagokban észrevettétek, hogy a törökön óra van és elmegy egy zöld trabant, ugye hát ezek a nagy klasszikusak, hanem amikor valamiért a film az okozott egyfajta csalódást, akár ilyen vicces formában is megírhatjátok nekünk, hogy mi miatt csalódtatok egy bizonyos filmet. Is érted, hogy milyen csillagokról volt ott egyáltalán szó, meg egyébként is az egri csillagok azok mindenkinek a csillagjai, attól függően, hogy éppen merre fele fordult. Tényleg volt a Jani Csárokon óra egyébként? Az egyiken volt. Óra, akkor volt a Trabi a háttérben, van egy olyan jelenet, amikor egy repülő húz el az égen. Igen, igen. Ahogy például a Trója című filmben is van egy ilyen alsó perspektívás. Ezek inkább akik, azok inkább akik, igen. Hát, ki tudja, lehet, hogy Ikarosz volt. Csak túl közel. Igen. Na, biztos olyan hallgatónk is van, aki beült egy filmre csak a címe alapján, következtetett valamire, és azt gondolta, hogy majd kap valamit, de nem tudta igazából, hogy ez a film miről szól. Elolvasta a címét, és azt mondta, na ezt kell nekem megnézni, beülöm, mert a címe alapján ez biztos, hogy jó lesz, és nem egészen azt kapta, amire gondolt, vagy valami teljesen más történt a filmvászon, ezt is küldjetek el nekünk, jó? Illetve ami fontos, küldjetek közlekedési híreket, mi a helyzet az M3-ason, ezt több hallgatón kérdezi, van-e még dugó, vagy kerüljenek? Ha van, akkor ezt is küldjetek el nekünk. Jó, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. Csak slágerek. Klassz FM. Szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM. Oly, egy jó Jamiroquai, az mindig jó. 3.8 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Egy jó kis Hip-Hop Boys. Hát, bárcsak a Hip-Hop Boys ilyen zenét csinált volna, igen, érje nekünk valaki. Sopronnál a határ felé baleset van, útzár, kerülni Kópháza felé lehet, úgyhogy hát piknikre készüljön mindenki, ezt Messi küldte nekünk. 2A, Göttől befelé Dunakeszig áll, érdemes a régi kettest választani, írja nekünk Gyuri. Aztán már megint 35-ösön megy a kocsiban a zene. Geri Golf 5-ös küldte nekünk, hát ez dicséret, köszönjük szépen. Aztán azt hiszem, hogy mi a helyzet az M3-ason, sokan írtátok, ott van egy útfelújítás is, illetve egy baleset is, úgyhogy teljes káosz várható az M3-as bevezetőjén újra. A Szerencs utca előtt egészen pontosan a belső zsávot zárták le munkavégzés miatt, úgyhogy nagy lesz a dugó, mert egy sávot egészen biztos, hogy kiesett. A Csömöri Hév ütközött a Hév átjáróban egy autóval, a kocsi csúnyán néz ki, de a sofőr épségben szállt ki. Ezt tékülte nekünk, valamint Bükábrány beltörletén a sportpályánál mérnek a rendőrök. Ez pedig Gyuri írta. Mi pedig ugye az amerikai mozi filmekkel foglalkoztunk, és arról beszélgettünk, hogy
milyen jó az amerikaiaknak, hogy működik egy ilyen ügyfélszolgálat, ahol te a film után e-mailt tudsz írni, vagy felhívni a diszpécsert, és elmondani, hogy hát miért nem szerettél bizonyos filmeket, és most valaki ezeket összegyűjtötte, és kiadták, ugye, hogy mire panaszkodnak az amerikaiak. Hát egészen szenzációs. Mondjuk az ügyfélszolgálatosnak valószínűleg csak az első 24 vagy 48 órában, vagy az első héten lehetnek ezek szórakoztatók, a következő héten már elkezd gyógyszerezni, pszichológushoz jár, stb. Igen. Ezt elviselni azért ez nem lehet könnyű. Írtak hallgatóink is, hogy nekik egy-egy filmben mi volt a csalódás, vagy mi történt akkor, amikor ugye a cím alapján valamire beültek, de valami egészen más történt aztán a moziban. Terminátor 2, amikor a csávó előszivárgott a kockás padlóból, na azt már tényleg nem hittem. Az már sok volt, de igen, amikor előjött a fuga ezres. Olyan már tényleg nincs, írja egy hallgató. A Star Wars egyik részében sem volt a halálcsillagon WC. A bázison dolgozó rengeteg ember vagy lény, hová űrik, kérdezi Zsorsi. Nem láttál ilyet? Nem. Pedig mondjuk a végsétel, mit tudom, hogy láttad a folyosón néhány romasztogosnak a gyűrűjébe, simán lehetett volna, hogy mondjuk a háttérben kinyílik egy kis ajtó, hallod az ordítőt, a hangját, és jön valaki ki. Nem életszerű, hogy nem pisil. Egy admirális a sarkára ragadt a WC papír csíkkal. Fehér rohamosztogos, hogy visszacsatolja a cuccot. Gyilkosság évfélkor, írja nekünk Marian, amikor a nő évfélkor leesik az emeletről, korláttal együtt, a kamera közelít, és a karóráján 7:30. Nekem roppant kiábrándító volt. Azt mondja, hogy megnéztem a 300 című filmet, illetve aztán valakinek kölcsön adtam, amikor visszahozta, úgy nyilatkozott, hogy nagyon nem tetszett. Kérdeztem én, hogy miért? Hát hogy nem tetszett? Mert hogy Leonidas meghal a végén. Semmi hát, jó, hiányzott. Na, most a történelem volt egy picit ilyen. Mondanám, hogy Szulejmán is most még megy, de igen. De meg fogtok lepődni. A Pogány Madonnában nem is igazi pofont adott Ötvös Csöpi. Tényleg, hogy csomószor volt, hogy előbb volt a hang, aztán ért célba a pofon. Na igen, egyébként ez jó volt, igen. Beültem megnézni a Képlet című filmet Nicolas Cage-gel, mert bukásra álltam kémiából. Csalódtam, mert a film egyébként nem sokat segített. A Kedvencek temetőjét néztem moziban, amikor vége lett, egy mamit vettem észre, aki halára várt arccal nézte az üres vásznat. Mint kiderült, azt hitte, aranyos állatos természet filmre ült. Igen. Beülsz a kezdő, az egy horrorfilm, ugye? Igen. Hát itt ráadásul elég hogy durva. Hogy adjuk meg a végtisztességet, Mici Cicán. Igen. Ez tévé nem mozi, apám beült a tévé elő egy jó kis természetfilmre, a címe a Homok titkai. Pár perc múlva kiderült számára, hogy ez egy brazil szaparopera, ez zsúkülte nekünk. Száros ébredő elővetítésén a fél moziterem agyon akart verni minket, miután a feleségem hangosan kijelentette a legelején, hogy ez már most unalmas. Ezt ismerem, ezt az életérzést, abszolút ismerem ezt az életérzést. Én ezt a feleségemmel, a Vikivel néztem meg, és az ő egyik barátnőjével, és hát amikor... Kapott a film rendesen? Hát, szóval, hogy mondtam neki, hogy nem tudod ennyire elrontani az emberek örömét, beleért az enyémet, és amikor fölkiált, ezt, hogy ilyet vettem a gyereknek. És ő ezt a barátnővel egyébként a sarokban vidáma minden egyes jelenetet kommentáltak, én már bögdöstem, mondta, ne csináld, megvernek, léci, menjetek ki, bár, csak hagyd nekünk, ez egy nagy dolog, hadd nézzük. De ez nem a Csúvi a csillagok háborújában? Igen. Milyen sapkája van a Beninek, mondta Viki, mondom, hogy Jézus, Viki, tudod már. Hogy megöregedett az Indiana? Bárcsak tudtam volna, hogy Indiana, meg bárcsak ennyire látna az összefüggéseket, de filmekből annyira nem. Annyira nincs ott, igen. Szóval szörnyű tényleg, amikor valaki olyan ülősz be, aki nem értékeli a filmet, és nem tudja, hogy itt csendben imára kulcsolt kézzel kell azt a két órát végigülni, és hát nekünk is, igen, igen. Ötödik elem nem volt benne se ceruza, se gomb, se elem, Szatyi küldte nekünk, hogy egy... Sehol egy ceruza, se minyol, se legyen. Igen, emiatt nem tetszett a film. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket, játszunk, itt van egy játékosunk, és a hét utolsó játékát játsszuk vele. A kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyellánime. Aki válaszol... Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt, sziasztok. Hello. Szia. Egy fiatal hallgatónk, hello. Bence? Bence, igen. Hello Bence, honnan hívtál minket? Nagykanizsáról. Nagykanizsáról, ki van ott körülötted? Hát osztályteremben vagyunk, iskolában. Tényleg? Igen. Nagyon jó. Aha. Igen. Mindjárt becsöngetnek. Most láttam pont egy... Igen. Itt egy tanáros videót, akkora maflás kapott egy gyerek, most valaki fölvette, fölrakta az internetre. Ja, igen. Azt én is láttam, pont most néztem nálatok az oldalon. Igen?
És jogos volt? Nagy saller volt az én. Iszonyatos sallert kapott a gyerek. Akkora saller. Hogy... Előzmény nincs fölvéve, hogy mi... Ott valami veszekedés van, de már büntető eljárás, meg minden van. Na és mire készültök, Bence? Mi lesz az első óra? Első óra földrajz. Ó, hát akkor te még nagyon fiatal vagy, ha földrajz tanulsz. Igen, igen, 9-es. Az nem, mert öregek vagyunk, az gimi egy, ugye? Aha. Tehát elsős vagy. Igen, igen, igen. És hol tartotok földrajzból? Hú, földrajzból? Hát most jó kérdés. Honnét tudjam, még 10 perc van óráig. Majd úgy tudjam. Így van, hát na és mi az, ami jól megy, vagy mi az, amit szeretsz, Bence? Miben vagy jó? Tantárgyakra kérdezem. Hát informatikát azt szeretem. Meg igazából miben vagyok a legjobb? Műsorvezetésből. Komolyan? Nem, egyébként tényleg, mert majd azt szeretnék lenni a jövőbe. Aha. Te jössz, Balázs? Atya úristen. Nem fogod kitalálni. Tényleg, jól mondja a Ferenc. Hogy tudnánk erről lebeszélni, Bence? Hát sehogy, tudom, mindig ezt mondod, hogy le akarod őket beszélni, majd nézd ilyen előadásokra. És ez egy gimi, amiben jársz egyébként? Nem, ez szakközép. Ja, szakközép. Aha, és akkor innen mentek majd valahova tovább. Igen. Jól van, figyelj, Bence, van nekünk a városunk, híres ember, illetve szólás, mondás. Ezek közül tudsz választani. Ennyi minden megmaradt, mert ugye ötöt készítettünk be, de hát csonka hét van. Melyik a legkönnyebb? Hát én a legrövidebbet tudom mondani, az a város. De szerintem akkor a híres ember... Legyen a város. De a híres ember se könnyű, vagy a híres ember se nehéz. Legyen a város. Város legyen? Jó. Csak kitaláljuk itten. Oké, figyelj, indítjuk az órát, jó? Figyelj. Salahnuksik. Igen. Még egyszer, ha lehet. Oké, mutatjuk. Salahnuksik. Kiskun. Na. Kiskun. Salah. Az a jó. Na, csak kitaláltuk. Nagyban, Kiskun halas, ez volt. Ez volt a megoldás. Egy ajándékcsomagot tudunk adni. Nagyon szépen köszönjük. Jó, aztán ügyesek legyetek. Dogát írtok feciből, vagy most felelés lesz, hogy mi lesz? Igazából nem írunk dogát, matekból, abból írunk. Ó, és matekból miből ír az ember dolgozatot? Oké, matek, de hogy mi? Most éppen mit vesztek? Hát matekból, ilyen trapéz, négyszögek, háromszögek, minden. Hát ez mondjuk nem olyan rossz. Nem olyan rossz még, igen. Hát azért egy színusz kotangens azért ott ennek kell. Tudnénk most kiszámolni velünk, hát hogy kapaszkodnánk. Nem? Egy ilyen egyelő háromszög és a színuszkod. Majd átküldöm a dolgozatot, aztán akkor majd meg tudjátok csinálni. Nem, ezzel ne fáradj, teljesen felesleges. Köszi, jó sulit nektek. Ciao. Hello. Szörnyű egyébként, ebből látszik, hogy milyen trauma lehetett annak idején. Én a mai napig, ha meghallom ezt a kifejezést, hogy matek dolgozat, így ilyen... Ugye, hogy kicsit szorongani kezdesz? Ugye, hogy van benned egy ilyen pici gyomorgörcs, átgondolod, jaj, és úgy kicsit elkezd rázni a hideg, és úristen, elkezd rángani a szád, ugye? Én álmodok még mindig vele. Én is, érettségivel is álmodok egyetemben. Hű, de jó. Hát a Feri meg úgy ingatja álmában. Bárcsak újra írja. Feri az ötös alá dolgozatokat újra és újra megírja otthon, hogy javítson. Hát, ha ötös. A Ferinek a rémálmaiban becsúszik egy ötös alá. Izzadva ébredek. Izzadva kiabálva ébred. Béka, egy négyes után már köti fel magát. Dugja a sütőbe a fej. Ne, Feri, jó a négyes. Ne csináld. Büszkék vagyunk rád, így is lehet. Igen, 6 perc van, pontosan 8 óra van, friss közlekedési híretek küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 8 óra után, pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, jön a hétvége. Hát így, ha szerdán kezd az ember, azért ez így nagyon... Mi az idő hétvégén? Vagy már jó az idő lesz. Jó lesz. Azt látom, hogy holnap jön valami hideg front, és emiatt egy kicsit hidegebb lesz, de aztán hétvégén, vagy vasárnapra újra nagyon meleget mondanak. Meg esőt nem mondanak egyáltalán, úgy, ez mindenképpen jó hír. Most azt írja, hogy szombat 10, vasárnap 13, tehát hogy szép idő lesz. Már egész nap napos, jó idő, meleg. Hát csak megérkezik most már a tavasz. Ránk fér, igen, hosszú volt a tél. Tényleg, soha nem múló, nem? Hideg volt, nagyon hideg, úgyhogy elég volt most már.
Na, azt nézzem, hogy mi a helyzet az utakon. Sok hallgató küldött nekünk közlekedési hírt. Szerencs utcánál nincs fennakadás, úgy csinálták meg a lezárás befelé, hogy nem zavarja a forgalmat. Három sáv ugyanúgy járható, úgyhogy nem érdemes kerülni. Trafiszarvason, a Gyomai úton, a Gyomaendrőd felől érkezőket mérik a 60-as táblánál. Csoki Guru küldte nekünk. Csömörön a hév berakott egy autót az átjáró mellé. Rendőr, tűzoltómentő, polgárőr, postás, ami csak kell, mindenki a helyszínen. Persze, polgárőr, postás, vasutás, és egy pék is megjelent. Meg az íjbeszedő. És láttak felbukkanni két cipészt is. Brown küldtenek. Trafi Tiszafüreden ezt a gyógyszeres üzente, aztán az M3-as autópálya 162-es kilométer Szelvényénél Budapest felé Őszbak a vaskerítésen erről. Baleset veszélyes. M5-ös autópálya 45-ös kilométerénél torlódás van baleset miatt. 1 kilométeres a sor, mindenki vigyázzon, valamint Trafi az M7-esen Nagykanizsa irányában a 145-ös kilométernél, ezt Vegeta küldte nekünk. Szintén drága fényképek készülnek a 82-es úton Győrben, Balaton felé, a körforgalom előtt egészen pontosan, és Geri Golf 5-ös elküldte nekünk, hogy már megint a 35-ösön megy a kocsiban a zene. Vagyis ő valószínűleg a 35-ösön van. Kedves, nem? Akkor neked ma nagyon jó reggeled van, golfos Geri. Igen. Hogy a 35-ösön van azért? Nem, azért, mert ez már a harmadik dal, amire azt írja, hogy... Ja, ja, hogy... 35-ös, hogy hangerő. Ja, 35-ös, Jézusom, most esetleg jó, úristen, de lassú vagyok. 35-ös út. Én láttam, a 35-ös úton van, és mondom, ilyen hosszú ideig van a 35-ös úton, vagy dugó van a 35-ös úton, hogy már harmadik zenét hallja, vagy megint a 35-ösön megy, és annyira jó 35-ösön menni, vagy miért, hogy a 35-ös retekerte fel. Atya Isten, öregszem. Hát, figyelj, aki közlekedési híreket olvasta, az így jár. Nem esik le már minden. Ha már a hétvége szóba került, hagyd mondjak, egy, lesz egy kis indiános rendezvényünk Lőrincen, és szeretnék egy pici reklámot csinálni neki. Egy indiános rendezvény. Az, ha indiános rendezvény lesz, azt is el fogom mondani mindenképpen. Ez egy sportág választó lesz a hétvégén nálunk, a március 20-án a Vilmos Endre Sportcentrumban. Ez a régi Malév sportpálya, hogyha valaki esetleg nem ismerni. És tudjátok, én nagyon szeretem ezeket a dolgokat reklámozni, azért is, mert itt nálunk is komoly problémát jelent, hogy mit sportoljon a gyerek, és itt nagyon sok sportágat ki lehet majd próbálni, köztük az úszást, vízilabdát, labdarúgást, futszát, sportlabdarúgást, mindenféle küzdősportokat, stb. És ingyenes rendezvényről van szó, hogyha valaki Lőrinc, illetve Imre, illetve mondjuk egy másik kerületből a közelünkbe férkezik, és átmet, átjön, ezt is el lehet jönni, és ki lehet próbálni. Nem. Rendesek nem, de lehet szerintem ijászkodni is. Ijászkodni, Feri, és akkor indiános rendezvény. Jó van, menjen mindenki sportágot választani. M44-es baleset és hatóság mentes, ezt is még SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Illetve kérdezi valaki, mi van a trónok harcával, kellene, hogy legyen valami? Nem, hát az odébb van még bőven. Már gondolom az újabb évadra gondol a hallgató, ugye? Igen. Hát én egészen pontosan meg tudom mondani, ha tudni akarja. Jaj, az applikáció. Van. Az applikáció alapján, megmondom nektek. Trónok harca. Már kint van. 38 nap. 18 óra és 46 perc. És pontos. Már csak 37 nap, bocsánat, frissített az apom. 37 nap, 18 óra, 46 perc. De ez amcsi, ez nem a magyar. Igen, ugye? ez már nincs akkor a csúszás. Nincs csúszás. Április 25. Április 25-én 3 órakor éjjeli idő szerint 3 órakor vetítik a Trónok harca újabb évadát. Ott a környékén már rögtön jön a szinkronos magyar változat is, valószínűleg ugye a csatornán. Uh-huh. Gyors egyébként. Már nincsenek ilyen csúszások. Nincsenek. Mondjuk az ínyecek azt mondják, hogy nem szokták megvárni nagyon a szinkronost, mert ugye szinkronnál általában elrontják az eredetit, de hát ez így. Helyi a közel igaz is. Ha azt hallottad először a szinkronosat, akkor meg az eredeti lesz rossz. Nem? Nem. Igen. Kérlek szépen benneteket, szeretnék megmutatni valamit. Na! Oda nézzetek, mi van nekem! Azt a mindenség. Tudod te, mi ez, Jani? Hát az oklevél, gondolom, valamilyen gulyásfőzőverseny. Ez a diploma! Ez a, így néz ki egy diploma. Azt gondoltad volna? Azt a betyárját. Gondoltad volna? Nem, ugye hát ezt elmondtuk már, hogy nagyszerűen lediplomáztunk, a körülményekről nem akarok beszélni. Azért hoztam ide, mert a következő történt. Fölhívott engem, illetve nem fölhívott, hanem Facebookon keresztül üzen nekem egy ismerősöm, hogy van egy érdi nő, aki szeretne velem találkozni. Mondtam, hogy nyitott vagyok mindenre, hiszen párkapcsolatban élek, de hát nézzük, lehet meg, találkozom. Azért ez bármi lehet. Igen, összekötött bennünket, aki elmondta a hölgy, hogy nála van a diplomám és a szakdolgozatom. Mondtam, hogy
ne haragudj, de te ki vagy, és hogy kerül hozzád? A következő történt, ugyanis én hosszú éveken keresztül laktam Érden akkori párommal és kedvesemmel, akivel hát megszakadt a gyönyörű kapcsolatunk, jobban vagyunk egyébként, és elköltöztünk egymástól, és ő is elköltözött onnan. Ez a hölgy, aki engem megkeresett, az utcán találta nem meg. Nem mondod komolyan. Na, az utcán találta meg a szakdolgozatomat és a diplomámat. Ha nagyon jobban lehettek egymással mind a ugye? Mai napig, ha na, kihajította. Hát erről van szó. Ugyanis az exemmel most már nem vagyunk együtt 10 éve, ő nemrég költözött el, és úgy érezte, hogy ami házban van fölösleges dolog, azt ő kiteszi egy ilyen marha nagy kukába. A kukát azonban ott a helyi ilyen turisok áttúrták, és hát érezték, hogy ez a papír, ez nekik nem jó semmire. Bőr vagy műbőr, minden nem jó, ezért kidobálták, és az úton hevert, az út porában hevert a szakdolgozatom és az oklevelem is, amit egyébként én pont 2 évvel ezelőtt nagyon kerestem, hogy hol lehet, nem volt meg, túlléptünk rajta, és ez a hölgy, akinek az köszönhetet kell mondjak, azóta is folyamatosan megtalálta, és eljuttatta hozzám mind a kettőt. És én azon kezdtem el gondolkozni, hogyha ezzel a lánnyal, akivel én már nem élek együtt, nevezzük az egyszerűség kedvéért Vicának. Nem lenne. Hívják tényleg? Igen. Így hívják. Mi van? Persze. Gabriellának na, és annak na, Vica. Hát akkor hát így hívja, Vica. Gabriel és Vica. Vica a Gabi, érdekes. Gabi, Vica. De Gabi, most nehezen akadjál. Gabi, Vica vagy Vica Gabi? Nem, hát nem mindig emlékeztél rá, hogy Gabi, hogy hívják. És hát, azért szerettem vele járni, mert bárhogy hívtam, azt bár, értettem. Így van, mindenképpen kuporodott. Hogyha én nem vagyok jóba, akkor annak idején fölgyújtja a cuccaimat, amikor szakítunk. Ez érte? Nem egy szimpatikus gesztus, hogy kivágta a cuccaidat a lomtalanul társulegyét, vagy nem tudom vele. Hogy már nem vagytok együtt. Hát, hogy tudja a számomat. Szoktunk, évente egyszer beszélünk, hogy nem kellett volna fölhívnia és azt mondania, hogy te Ferko, te állat, gyere már el, mert itt a szakdolgozatod meg a diplomád. Láttam a jegyeidet, ugyan sokat ne utazzál, érte, de ha kell, akkor... Vagy hogy nem kellett volna, vagy azt mondani, hogy figyelj, leteszem a portán, ha erre jövök. Vagy gyere be érte. Hát, hogy nem egy érzelmi alapú kapcsolat volt? Annak idején nem pénzügyi. Nem volt hol laknom, ezért beköltöztem hozzájuk. De egy érzelmi szerelem volt. De nem lehet, hogy az exed jelenlegie dobta ki? Tehát kutatgatott a jelenlegi párja cuccai közül, és rábukkant Rákóczi Feri szakdolgozatára. És azt mondta, hogy ez mi az Isten, hogy hogy őrzi ezt még? Hát biztos még talán valamilyen érzelmi viszony fűzi hozzá, és titokban az exed jelenlegie kivágta a te cuccodat, mert egy kicsit is lehet. Konkurál vagy rivalizál veled, igen, és megtalálta a cuccaidat. Nem az exed dobta ki, hanem az exed jelenlegie. De az exed jelenlegie nem lakik ott abban a házban, tehát ők nem ott laknak, ahol ezek az iratok voltak, az egy régebbi családi ház volt, ott az ő édesapja lakott, és akkor ez lehet. Most már nem lakik ott, ők azt eladták, vagy ő eladta a Vice alatt ezt a házat, és a cuccokat minden este egy ilyen marha nagy konténer bérelt az elmondás szerint, és ez lett beledobva, kérlek szépen, és onnan pedig a lomisok. Pedig ez hitelesnek tűnt. Mert kérdezni is akartam, hogy miért van ilyen brúnya szaga. Ez az igazi bőrkötés. Érted? És de olyannyira jól dobtak, hogy még van benne egy ilyen betét lap arról, ugye, hogy egy plusz szakot még elvégezte, ez is benne volt. Tehát úgy akkurátusan dobta ki. Kivágta, úgy, ahogy van az egész. Hogy ezt most én érezem bosszúnak? Hát, nem tudom, hogy váltatok el. Jól, vagy nem, hát jól. Akkor nem jól, ugye annak idején, tehát amikor egy kapcsolat megszakad, azért azt kevesen tudják jól intézni, de aztán később néhány beszélgetés és néhány év után tökre normálisan helyreállt a kapcsolat. Normalizálódott a dolog. És tehát kijött az intézetből. És egy gyógykezelés is sikeres volt, és már nem kellett 10-8 évben engem is kiengedtek. Ja. Igen. De hogy ennyi év után, mondom, az éven te egyszer vagy kétszer beszélünk, fölhívjuk egymást, hogy mi van, hogy van. Anyád. Egymást elküldjük egymást a jó édesanyjával. Hogy vagy, sehogy akkor mennyi anyja, mennyi te. Mindig is ilyen voltak, te voltál így. Igen. Hogy másnak is van ilyen, hogy ez a bosszú a izétől, az ex-től, hogy nem. Kapsz egy ilyen szúrót. Nem, más nem vesz fel még egy szagot. Más nem fölegezett az is. Nem a szakdolgozatodat, más nem veszi fel a mangalica szakot. Így van. Rántások és pirításokból sejtik. Tökéletes házi földolgozása. A szakdolgozatod a krémlevesek titkaiból. Ez, én megmondom őszintén. Az most mindegy, így van, a szakdolgozat. Fúr ez a csukurból mindent. Igen. Tehát az igen. Most tök mindegy. Ne ezzel lovagolja. Hogyha szálljuk könyvkötésre disznóbőr címet. Te tengeri, ahogy nem ismered. Nagyon jó lehet belekötni.
Érdekes dolog ez az ex és az exek cucca, igen. Erről beszélhetünk, ugye, hogy a jelenlegi mennyire hagyja azt, hogy az exettől legyen cucc, vagy meddig őrzöd az exet cuccait, vagy mi van akkor, ha neked fontos az, hogy te az exettől megőrizzél valamit. Mert már nem vagy szerelmes, csak neked az egy érzékeny emléket érint, és te szeretnéd megtartani. Majd jön a jelenlegi, általában vagy egyébként, ugye, hát nő az illető, ugye, tehát ez a nők csinálják, és valahogy elkezdenek konkurálni az ex-ex cuccaival. Én nem tudom, hogy ti jártatok-e így, de valahogy szerintem a paliknak kevésbé van gondjuk azzal, hogy az a csajuknak ott van még az exüktől egy elefánt ormányos kis párna, és akkor a hangod arrébb rakod, de hogy valahogy nem érzel indítatást, hogy kidobd vagy megszabadulj tőle. Miért van, azt kérdezem én, hogy a nőkben viszont, amikor új párkapcsolatot kezdenek, akkor egy ilyen teljesen, hát nyilván teljesen tudatosan letagadott. Újraformázni a Winchestert, eltüntetni egy-két nyaralós képet, megszüntetni a régi exek cuccait, likvidálni mindent, ami az előzőhöz kapcsolódott, tulajdonképpen csinálni tényleg egy ilyen tabula rasa, és azt mondja, hogy nulláról indulunk. Engem sosem zavartak a csajaim. Hát, de őket igen. Exének a cuccai. Tehát, hogy én éltem ott gitárok, meg pengetők, meg nem tudom mik között, vagy éppen valamelyiknek az exe gitározott, de nem éreztem azt, hogy ezt Richie Blackmore-nak össze kell törnöm ezt egy marsabot. Tehát a csajokban egyébként mi van, amiért nem tudnak létezni az exek cuccai között? Egyszerűen irritálja őket. Ez nem azért van, mert a Wiki exein azokon a fotókon van ruha. A te volt barátnőid, de azokon a fotókon nem volt. És hogy a szemünkben nem tudott nézni. Lehet, hogy csak tényleg ez a baj, de mi téged pasiként tényleg zavarna, mert engem tényleg nem zavart. Tehát láttál egy ajándékot, egy nekem könyvet, egy párnát. Van egy, aki utálok. De engem nem érdekelt az exe, nyilván már túl van rajta, azért van veled, mert már túl van rajta, ha éppen már nem fűzi semmilyen érzelmi viszony az exéhez, akkor nincs vele baj. Neked van, aki utál? Nekem van egy, én nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy azt konkrétan ezt csinálom vele, hogy ha nem lenne nagyon fényes, ne, szíves, ne, nem, már ezt, ha csaj csinálja, hiszem, de ez Palitól nagyon de nem, de a Mónikánál meg, van egy kép meg, a mai napig. Van neki egyszerűen olyan képe, igen, amit a legszívesebben tettem volna csúnya dolgokat. De aztán Mónikára való tekintettel azt megtart, tehát nem nyújtam. Volt olyan, hogy széttépted, bedobtad a budiba, Móni megtalálta, összeragasztotta, és az ott és kimosta. Igen, és ledomestoszozta. Celluxozott formában a Palinak ilyen négy arca van, tudod, három felé nyúl a kezed, össze van rakva, és benne van. Igen, és ez fura, hogy ilyen gombos tűk voltak bele szúrva. De mi ez, egy fénykép, egy kis párna, egy ormányos alsógatja? Fotó. Egy fotó? Mi zavar benne? Hát a múltjából egy darab. Hát, hogy utálom, mint azt. Ugye, de te most a sávó, de ismered? Ismered. Milyen jó érzés ezt így elmondani most. De egyik az így gyökér. De milyen? Azért, mert a Móninak van egy fotója róla. És ez a Móninak fontos, hogy nyilván nem nézegeti, nyilván téged szeret, nyilván nem akar visszamenni az exéhez. Hát ez nem Móninak szól. Tehát, hogy ez nem Móninak szól, hanem ennek a gyökérnek. Ugye szeretem, hogy így ezt mondani. Jó. Nem lehet, hogy egy kicsit itt magadra is haragszol, hogy a Móni vagy nem egy vagy gyökér... Nem, vagy elégeltem össze. Nem, hogy a Móni egy gyökérrel járt annak idején, és most ez nem az jár, akkor volt. Te is gyökér ez vagy? Nem a... Ja, tényleg. Érted? Ha zsák a foltját, aha. Lecserélt egy ugyanolyan? Nem tudom, de a nőket valóban zavarja a dolog, hogyha te valamit elteszel. Nekem kötelességem elrakni a cuccokat, ha én mondjuk összejövök valakivel. Szerintem igen, nem szép dolog kihagyni. Most nem direkt kint, hogy nem adni. Kirakod a közös fotókat. Érezd az árnyalatokat, az elrakni direkt, meg a direkt kinhagyni között azért vannak árnyalatok. Jó, a direkt kinhagyás és az elrakás között. 92 soha nem feltelek el. Ormányos gatyádat, azt hordod még? Marian Thessaloniki, 1989, csodálatos két hét, és egy brutál fotóalbum a bejáratnál, igen. Adrien Burgas, 1992, csodálatos. Még egyszer, köszi Kati, szárazra porszívóztál. Igen. Vissza Roventa 1300-as. Igen, mint egy porcívó. Köszi neked, Gabi. Imádtam minden porcikát. De az elefánt ormányos alsógatyáddal mit csinál? Mit tudom én, van egy pulóverem, és én azt az exemtől kaptam. Nézzünk egy ilyen helyzetet. Tessék, van egy pulóver. Az exemtől kaptam.
Az Exceptől kaptam, érted? Ha mi bajod ezzel a pulóverrel? Ráadásul egy feltűnő darab, mert mondjuk egy rénszarvas van rá. De most persze, igen, egy négy szarvas, rénszarvas, egy hatalmas nagy csőrrel, persze. Szeretlek, Balázs, felirattal, és egy közös fotó az Exemen. Mi mindig együtt. Most mint ha valakinek van egy pulóvere, és az Exétől kapta, és összejön egy új csajjal, és szerelmes, és szereti, de szereti azt a pulóvert. Nem kell kidobni. De akkor nem a pulóvert szereted, hanem szereted a nőt, akit nem így van. Dehogy nem. Én itt csomó jó dolgot kaptam az exeitől. Én értem, de egy csomó jó farmer. Jó, nem én rosszol azzal a pulóvert. Igen. Mert fázós vagyok. Igen. Rossz a keringés. De miért volt már többször a saja, hogy megtalálta Viki a sarokban, hogy összebújsz a pulóverrel és sírsz. Szóval, mert érzelmi kötődés. Azt mondom, hogy Tibi úgy hiányzol. Nincs érzelmi kötődésem, tehát miért várják el a nők, és most tudom, hogy ti nem vagytok nők, nem tudtok női aggyal gondolkodni, jó lenne, ha lenne itt most egy csaj, de annának úgy sem voltak exé. Nem, már ők, mert sajnos mind elhalasztanak. Ez egy idősebb generáció. Anna exé, már mind öreg otthonban vannak. Már nem nagyon tudnak beszélni, csak ez eszik a levest. Tehát, hogy... eszik a levest. Igen, szívószál. Miért nincs most itt egy csaj? Jöjjön egy nő. Nincs a szerkesztőségben egy nő? Nincs ott? Senki nincs? Egy darab nő? Hát így a folyosón nem járkál egy nő. Akarok egy nőt. Most nekem kell egy nő. Tényleg beszéld meg otthon. Nincs meg húcsiba. Akarok egy nőt és egy pulcsit. 100% bombulle. Adják vissza a pulcsot. Tiszta élő gyapjú, adják vissza a pulcsot. Tehát az egész házban nincs nő. Hozzatok le valakit a könyvelésről. Mindegy, mennyi idős, jöjjön egy nő. Nem, tényleg a női agyra lennék most kíváncsi, hogy miért várja el a nő, hogy Pali azt kidobják. Nem a nővel él együtt, csak van egy pucs, én szeretem. Ragaszkodsz mondjuk a farmer gatyáithoz. Kapta szűznapodra egy jó fa. Nem veheted föl többet. Jézusom, ez valami ruhafetis. Farmerok a pulcsit. Miért kell eltenni? Azért kell eltenni, mert érzelmi kötődésed van, nem a ruhadarabhoz. Azt a ruhadarabot te azért szereted, mert az ex-nőttől kaptad. Te mindenedet kidobod, amikor új csajod van? Persze, és a lakást is kiégetem. Jött a béka, igen. És akkor csinált egy Einsteinot, lesöpörtél minden ajándékot, minden használati tárgyat, minden volt egy bögréd, mit tett egy papucsod, tök mindegy, bármi, nem vetted föl többet, mert az ex-ettől kaptad? Há persze, hát olyankor teljes csere van az de ilyen. Azért nem vetted föl, mert a béka várjál, vagy te se akartad fölvenni, hogy ne bánts meg őt ezzel. Hát emlékeztet a múltra, az pedig egy lezárt része az életednek. Hát most mit csomó minden valamit nem tudom, kitől kaptam már, csak szeretem magát a dolgot, úgy nem ér? De nem. Úgy hiába, sem. Azt úgyse fogja elfogadni a Viki. Már, hogy egyetlen egy nő se fogadja el, hogy nem tudod, hogy kitől kaptad. Na, tehát erre nincs konkurencia. Meg hát mennyire fura lenne, tényleg Feri mindent kirapna, amit annak idején kapott, az sok régi bogrács. Fakanátó pörzsülő. Igen, vágó deszkás. De gyönyörű karácsony volt az a 2002. Istenem, csoda volt. Fura, a pasik is ilyenek egyébként? Te a BK-nál találtál olyat, amit téged irritált, mint ex, és azt mondtad, hogy ezt ne hord, ezt ne csináld, ezt ne használd, mert te ezt a, mit tudom én, a Gábortól kaptad, és nekem rosszul esik, ha te azt felveszed, hordod, használod, mit tudom én. Hát igen? Persze. Tényleg? Hát nyilvánvaló, mikor ilyen régi képei előkerülnek ott exekről. Hát most... De ez egy önértékelési dolog. Hát ezt legyetek tisztában magatokkal. Na, hát tudtam, hogy mi lesz. De várjál, nem, én azért utálom a csávot, mert ismertem. Ismertem. Tehát, hogy tudtam, hogy milyen ember ő. Jó, oké, meg lehet persze magyarázni mindig, hogy miért utálom, de ebben is van egy ilyen férfiúi rivalizálás, hogy ha az exet utálod, akkor kicsit alulértékeled magad. Hát ha nem tudod elfogadni, hogy a párodnak voltak exei, és azokkal ő boldog volt és szerette, akkor veled van a baj. Mert akkor te rivalizálsz, konkurálsz velük, és azt hiszed, hát hogy még visszamehet. Tessék? Hát csak rosszul esik az embernek, hogy most ott nézegetik a másik képeket, nem? Hát most ettől én nem érzem magam ettől kevesebbnek, vagy gyengébbnek. Mondjuk, Moni nem nézegeti, hála Istennek. Ez a már úgy az a tényleg, hogy szétszont fotók között, tudod, hogy kinek, hogy Istenem is össze szétgyűlöl, vagy egy száznalapos hadci. Na, csajok, tényleg, komolyan mondom, női hallgatókat keresünk, jó? Akarok beszélni egy nővel. Jó.
Hogy miért? Már akarom őket győzni arról, hogy ezt te csinálják. Nem kell. Tehát te a csajodat is meggyőzném, ha ismerném, hogy ne dobja ki az utcára a diplomamunkádat. Aha. Bármi jegyek is vannak benne. Nem kevés pénzed van benne. Igen. Egy csomót mentél utána az ecserén. Tehát egy csomó embert felkerestél, mire meg lesz. Nem megírattam. Mire végre megcsináltad, hát már megvettél három hamis Eszterházit. Három hamis Eszterházit, meg egy Pannonia motor. Rendesen megírattam mással. Persze. Rendes, kicsiparosként megírattam. Így is van. Tehát én munkát adtam ezzel embereknek, nem elmentem az ecsedére és vettem egy hamisítványt. Halló! Megbízál egy diplomairól. Nagyon jó. Rákosz fel, biztos? Ezzel a névvel lesz órakozni. Drága női hallgatóink, tényleg mondjátok el nekünk, mi a baj? Mi a baj? Mi a baj az exekkel? Mi a baj a cuccukkal? Miért végeztek ti nagy takarítást? Amikor összeálltok egy új pasival, miért kell tényleg nulláról indulni? Ha vannak ilyen pasik, ők is írják meg nekünk, hogy férfiak, de én azt hiszem, hogy ezt azért elsősorban inkább, tehát a nő a nővel sokkal jobban rivalizál, mint a pasi a pasivel, kivéve Janit, aki azért hazamegy még néha, és fölrakja a fényképet a falra, és pikádókat dobál. Rohadj meg. Valaki azt írja, hogy Móniex, tényleg borzasztó lehet, ha a minőségi cserével Janit kapta. És gondoljátok el, milyen lehetett tényleg az ex? Na most gondold el. Milyen lehetett? Na, írjátok meg nekünk, csajok, hogy mi a baj az exekkel. Őszintén tessék nekünk bevallani. Ki mit dobott már el? Az is érdekel bennünket, ha valaki titokban csinálta. Mert én ilyenről is tudok. Vannak csajok, akik úgy tüntetnek el, hogy előbb-utóbb szépen minden eltűnik, de a pali nem veszi észre, mert fokozatosan csinálják. Igen, hát vagy ha rá egy fotóalbum, egy ajándék, egy kedvenc bögre, és fél év, egy év, két év alatt, hogy mindened eltűnik. Hallottam már ilyet is egyébként. Évek alatt marad szépen. Ilyen kontúros sárga csíkok a falon, ahonnan a képek hiányoznak. Kicsimit nem volt egy fotó? Nem. De akkor mi ez a volt? Jó, pasik, írjátok meg, ha ilyen a csajotok, illetve női hallgatóinkat kérjük, hogy valaki telefonáljon be és mondja, hogy figyelj Balázs, azért csináljuk, mert vegyétek tudomásul, mi így vagyunk nők, nekünk erre szükségünk van. Jó, valakivel szeretnék beszélni. És írjátok meg mindenképpen, hogy gyapjú holmit mivel mossátok. És adjátok vissza a pulóveremet. Igen, kis pulcsim, az én pulcsim. Az elefánt ormányos pulcsimat. 8:30 pontosan, egy perccel várjuk az SMS-eket, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Egy nagyon érdekes témáról beszélgettünk a hírek előtt, ugye Feri megtalálta, illetve pontosabban valaki más megtalálta az utcán heverve Feri diploma munkáját és szakdolgozatát, ugye, és hát kiderült, hogy egy vadidegen hölgy felhívta, hogy Ferenc ez feküdt az utcán, vagy valahogy eljutott hozzád, és kiderült, hogy az exet kivágta a cuccaidat, hogy ott most lomtanítás volt, vagy csak meglátta, vagy csak azt mondta, hogy na elég ebből, és most már nem akarja ezt tovább bámulni. Ugye kirakta az utcára, és egy ismeretlen megtalálta. Hogy a fürdőszoba előtt áldogál, kopogtat, és szólogat téged, hogy gyere már ki. Miközben már 10 évvel hagytad. Igen. Jó, mondjuk én sem siettem a cuccokért 10 év alatt. Igen. És ugye arról beszélgettünk, hogy miért kell, vagy miért várják el sokan, hogy az exek cuccát az ember lecserélje, kidobja. Nyilván itt nem arról beszélek, hogy tényleg, ha van egy gyűrűd, egy képed, egy pulóvered, akkor úgy kell felvenned, hogy na nézd, én ezt az exemtől kaptam, milyen jó, de egyszerűen belebújsz, hordod. Én azon az állásponton vagyok. A magyar leány szaladott ez hajába, észtizik, ha benne van a bajába. Hey! Belekapaszkodok én a szalad. Jó, Károly, Lajos, Dénes, Zoli, Zsolt, nem rólad. Nem rád gondoltam, amikor azt mondtam, hogy Peti rohanyom meg egy barna kúdát a képedre. És Feri is azt mondta, hogy már pedig le kell számolni ezzel, és új életet igen, kezdik. Igen, rosszul esik. Tehát egy szerelmesnek most az veszed föl a pulóvert, bújsz bele is. Nem, tök máshogy gondolom. Hát de nem gondoltad másként. Anyósom írt, megvédve az ő lányát. Ebben a témában magadra maradtál a véleményeddel, édes fiam, lásd be. Csókolom, mama! Mama azonnal helyre tett, ugye? Nagyon a kis lány, nem csak rólam és a Vikiről van szó. Mégis csak az anyáról van szó. Nem is csak a gyereke, érted, a Viki a lánya, de nem Vikiről beszélek is magamról, hanem... utoljára, édes fiam. Édes fiam, lásd be, magadra maradtál. Nagyon jó. Nincs jobb egy reggeli SMS az anyósodtól. 3:49-kor. Aki kaján mosolyal az arcán, elküldés még odaírta. Puszi. Puszi. Hétvégén találkozunk. Lesz
lesz miről beszélgetni vasárnap? Pusik, csak így ártatlanul. Aj, mama. Én nem dobálom ki. Ne, nekem ezzel nincs bajom. Na, jöjjön egy nő. Tényleg nézzük meg, hogy a nők miért csinálják, mert érdekel a női észjárás. Én tudom, miről van szó. Tudom, miről. Itt két önbizalom hiányos pasival ülök együtt. Alapjában véve ez önbizalom hiány. Dehogy is. Nem. Irigy vagy a régi boldog pillanatokra. Te nem vagy rá irigy. Az megtörtént, csak ne hánytorgassa föl. Behozza elő. Ne vegye föl. Ezt egy csajtól kapta ezt a pulcsit? Dehogy is. Most vettem a izébe valahol. Ja, egy miért nyomtak bele ebbe a szerbe, aki szagolgat egy rózsaszín pulcsit magán? Hát nem ez az igazság. Megfogtam a pulcsim nyakádat. Ez nincs baj. Nem az exemtől van. Nincsenek nagyon ruhadarabok. Sosem férfi Hello Kitty-s pulcsit. Nincsenek nagyon ruhadarabok az exemtől egyébként. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Emese vagyok. Emese, hello Emese. Na, te is nagy takarítottál? Hát igen, mert a páromnál még kint voltak a régi képek, vagy hát a szüleinél, akinél még lakott. Aztán mondta neki, hogy ez így nem lesz jó, ha néha is megyünk, tehát én azért ezt nem szeretném nézni. Meg az ilyen kis valentinnapos kis ajándékokat is pakolja el, vagy dobja ki. Aztán hát persze ő ezt megértette, hogy engem ezek zavarnak, mert én is úgy gondolom, mint a Feriék, hogy egy ilyen kis nosztalgia, vagy valami azért benne van az emberben, amikor ezt meglátja, fölveti, stb. Na de a csajok miért gondolják azt, hogy egy pali például nem lehetett boldog azelőtt, mielőtt valakivel összeakadt? Tehát nyilván a te pasid is volt valakivel boldog, de az elmúlt, lecsengett, már nem szereti, téged szeret. Hát azt miért kéne... Hát de azt akkor zárja le. Ha boldog volt, akkor volt. Boldog, hát lezárta, hát veled van. Hát de veled jó, van, de akkor azokat el lehet tenni, jó, vagy ki a kép lehet a falon dobni. Az valójában nem szerencsés. Tehát ha veled van, akkor ne legyenek ott Madeira, Majorka, Balaton szemes. Egész a garnitúra tele van mindenféle valentinnapi ajándékokkal. Tehát nyilván a falon az nem túl ízléses. De mit tudom én, ha volt a pasidnak, hogy van neki egy pulcsia, vagy farmerja, cipé, bármi, akkor azt ne vegye föl többet, mert az is az exétől van. Így van. Komolyan? Persze. Kidobattad vele a ruháit, amiről tudtad, vagy az ajándékokat, vagy tényleg egy kicsi valamit a polcon. Azokat nem hozhatta át. Nem mondod komolyan. Dehogy nem. Hát de most hozza át azokat abba, ahol az új csajhoz megy, és akkor átviszi a kis bögrét. Ezt Valentinra kaptam az exem. De várjál, de között is van különbség, hogy a kakaómat iszom az exem bögréből, vagy csak ott van a szác között egy bögre, és nem töröd össze. Nem minden nap úgy veszi elő, hogy az exem bögréje, csak használja, iszik belőle, és mondom, szereti ezt a bögrét, és már nem is tudja, melyik csajtól van, csak magát a bögrét szereti. Ez lehetetlen? Hát az a baj, hogy tudtam, hogy melyik csajtól van, és hogy az utolsó csajtól van, úgyhogy így ez a baj veletek, hogy konkuráltok, harcoltok egymással. A harc, te nincs elég önbizalmad, Emese, valószínűleg ez a baj. Attól félsz, hogy még kicsit szereti, vagy a boldog pillanatokra vagy így, nem? Nem tudom, lehet, hogy ez is benne van, de szerintem a nők 90%-a így gondolkozik. Egyébként igen, mióta vagytok együtt? Most már egy éve. Ó, friss még a dolog, értem én. Igen. Ezt. Persze. És anyukáiknál a lakástűz után kifestettek már? Amikor rájuk nyitott a házat. Nem, akkor a baj nem volt azért. De a legjobb, hogy az én egyszerűen viszont ezt elintéztem, mert elvitte az én összes ruhámat, amit ő úgy gondolt, hogy ő vesz nekem, pedig hát közös kasszán voltunk, úgyhogy ilyen nem volt. Úgyhogy ő ezt elintézte. Ilyen nem volt a páromnak jelenleginek, nem volt még zavarja igazság szerint, mert kb. Mindenemet elvitte. Aha, mondjuk ő is ultra jó fej volt. Igen, nagyon. Ja, mert ha ezt téged zavar, akkor ezt meg kell tenni, persze. Tehát ha te megkéred, akkor azt a párot tegye meg. Tehát ezzel nincs baj, csak talán ez, egy picit nekem ez húra, de én értem az emocionális részét ennek, hogy ti mire vagytok. Nem féltékenyek, csak mi az, ami zavar benneteket. Köszönöm, hogy elmondtad. Köszönöm, sziasztok. Szia. Ciao. Hello. Nem is tudtam, hogy van női énetek egyébként. De ez most számomra új, hogy egy ilyen női oldalatokat is verem meg, hogy kicsit azért úgy az eszek azért, hogy nagyon... eddig nehéz volt előhozni. Igen, az én nőjénem elnyomott benneteket, de hogy azért ilyen te nagyon domináns csaj vagy. Tehát, hogy azért te ki vagy borulva egy fotóra, téged zavarnak az exek cuccai, komolyan mondom, én azt se tudom, hogy mi van tőlem, már nem úgy értem, hogy mi van tőlem, mert tudom, hogy mit vettem a Vikinek, de hogy most van-e a lakásban valami olyan. Tehát, hogy ez így nekem sose tűnt föl, vagy itt sose. Hát sose zavar. Jó, nem dobom ki őket, hazamegyek, kivágom a fejét az összes. Exceptől kaptam születésnapomra egy telefont, amit imádok, jelenleg is használok, meg se fordult a fejembe, hogy kidobjam, elrakjam, elcseréljem. Ugyan ilyen a férfiak fél év után is az előző barátnőtől kapott fényképes naptár lóg a falon.
élmény volt a naptár alatt szeretkezni, csak azért nem jegyezte meg, mert tudtam, hogy csak azért van még ott, mert lusta volt levenni. Puszi nektek, Krisztina. Én például elégettem a kazánba az összes olyan fényképet, amin az ex szerepelt. Persze titokban, ha láttatok volna, micsoda haja volt, meg micsoda ruhákat hordott. Na, hát erről beszélek. Amikor a jelenlegi meg aztán pláne fikázza az exet, na ott aztán tudjuk, hogy miről van szó. Nekem egy Mini Cooper maradt az előző házasságomból, mivel közösen vettük a volt feleségemmel, az új barátnőm nem volt hajlandó beleülni. Azért ez nem volt hajlandó beleülni, el kellett adni. Hát az meg még igazibb érzelmi kötődés, érted, hogy még anyagilag is közös a cucc, tehát nem csak, hogy ott ült az előző nő, hanem azt közösen együtt választottátok ki, együtt fizették. Komolyan mondom, a Viki Exé, miért nem vettek Mini Coopert a Vikinek? Én tök szívesen beleülnek, el is kérném hétvégére. Kicsim, hétvégén én viszem az autót, nagyon szeretem. Semmi bajom nem lenne ezzel. Én vagyok egy ilyen emocionálisan analfabéta, igen, egy érzelmi, igen, analfabéta? Igen, egy sivatag vagy. Egy érzelmi, egy góbi sivatag vagy? Egy sivárság maga. Azt mondja, hogy Miriam vagyok, én tudom, milyen érzés a pasiém exének cuccait kidobni, de amit én kaptam, az a mai napig megvan, én nem mondtam el soha, hogy honnan van. Na hát ez is nagyon szép, igen. Gyokosabb. Én egyszer az ex mesztelen aktus közbeni képeit találtam meg takarítás közben, finom balhé keretében kértem az akkori párom, hogy tüntes el, azt ígérte eltünteti, legközelebb megint megtaláltam máshol. Na ez viszont nem szép. Tehát, hogyha megkérte, viszont rejtegeted, az nem szerencsés. Akkor már a szemem előtt kellett széttépve megfájnia tőle. Én szóltam neki előre, ezt Kata küldte nekünk. Volt másolhat. Igen, kínos témát feszegettek, feltörtek bennem az érzelmek. Persze, hogy törlöm, mikor a képen nyalogatja az orrát. Micsoda. A képen nyalogatja, a mai napig kiütném a csajt, ezt Évi küldte nekünk. Balázsnak van igaza, egy magabiztos nő nem kéri a tárgyak kidobását. Persze, egy jó érzésű férfi ugyanakkor nem teszi ki az exposzterét a közös WC-be. Szóval van határ, de a tárgyak maradhatnak, ezt Csilla küldte nekünk. Képzeld, hogy ülsz a WC, és szembe veled az ajtón, tőled fél méter, ott van az exnek a fotója. Igen. Egy nagy poszter. Írja nekünk, hogy neki a pasia tüntetett el mindent, az exétől rengeteg levél, fotók, plüss, és sok-sok emlék egy dobozban, persze letagadta, hogy nem ő volt. Na, az milyen óvodás. Kicsim, te dobtad el valaki a rózsaszín? Nem, nem tudom, hol van. Azt mondja, igen, azért ez érdekes. Nőként sosem vártam el, hogy megváljanak az exek emlékeitől, de az exem a DVD-ket, ami a külföldi nyaralásokat tartalmazta, széttörette és kidobta velem. Kidobatta velem. Aha. Tehát ő nem várt el nőként, de a pasi azért ezt megtette vele. Még jó, hogy volt másolat. Ugyanakkor írja nekünk az illető. Nekem a párom a Facebookról kezdte el törölgetni a női ismerősömet, ismerősöket, nem csak az exeket. Nem, na, mondjátok, hát ez, hogy ez is természetes. Nem, ez már egy picit több annál. Tehát, hogy Jó, nem, őszintén hányat törölték ki te kis női lélek? Móni oldaláról. 10-20? 10-20. Érted, mi az? Még egy tucat sem volt. Én azon a párnán alszom, amit a barátnőm az exétől kapott. Milyen jó pasi, ugye lefekszik. Oh. Minden este úgy fekszem le, én nyertem, gecó. Ez a helyes hozzáállás. Lehet ezt így is kezelni, de egyébként ez az egészséges hozzáállás. Hát kit érdekel az a párna, meg farber, meg gyűrő? Te vagy vele, téged szeret, együtt vagy. Morris. Kit érdekel az exet? Hát igen, meg a Mini Morris. Tök jó, a Mini Morris. Meg a garnitúra, a ház, a kert. De egyébként tényleg így van, mert hogy te nyertél. Te nyertél, veled van, és nem pedig az exével. Ennyi. Mondod ezt te. Aki azért már négyszer széttépted volna a fotót. Azt már jó, de tényleg egy gyökér. A zsigeri gyűlölet maga. Igen, persze. Én nem mondtam el a páromnak, hogy a kedvenc pulcsim az exemtől van, amúgy neki is tetszik, és te Erzsike küldte nekünk. A gyerek az, ami az exem utódja, mit csináljak, adjam zaciba? Kérdezi valaki. Hát igen, az már egy érzékenyebb. A nők emocionálisak, így ennek megfelelően gondolkoznak, minden tárnak érzelmi töltete van, így utálunk mindent, ami egy extől származik. Egyszer a barátom már férjem egy bortúra után, az egyetemi csoporttársaival természetesen nem koedukált, micsoda, hazatért egy új pólóval, ami női parfümmel volt befújva. Tudtam, hogy van egy rajongója, és biztosra vettem, hogy tőle kaptam, nem akartam nyilvánosan pörölni vele, így megpróbáltam tönkre tenni. Kimostam 95 fokon 8-szor. Leöntöttem vörösbollal. Túlélte a nyomorult. Végül, amikor költöztünk, véletlenül eltűnt. Ó, oh, Istenem. Oh, ez van. Győztem. Így jön nekem Kriszti az esemes. Igen, nagyon jó a mai témátok, Bali, női hallgató vagyok, én azért szoktam félretenni, kidobni az exektől kapott cuccokat, mert úgy gondolom, hogy nem tudok tovább lépni addig, amíg azok kint vannak a polcokon, ha mondjuk valami figuráról, vagy plüssállatról, vagy bögréről van szó. A ruha téma az más, dobtam már ki dolgokat, azért, mert nagyon mérges voltam.
Szóval túl kell rajta lépni. Uh-huh. Érdekes. Látod? Minden nő velünk van. A női lelkekkel. Igen, mi van belé? Lomtanítás van állatok? Gyerekek, a Feri hozta be, hogy az exe kivágta a diplomamunkáját. Csak mondom, a téma innen indult, hogy Feri megtalálta az utcán a diplomamunkáját. Szatyi kérdezte, hogy Viki valami nagyon jó cuccot ki akar dobni. Na jó, van, mutatjuk, hogy mi a beugró, jó? Köszönjük szépen az SMS-eket a hármas ugrásra. Már itt is van, figyelj mindenki. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Egy könnyed péntek. Végre. Jó, van, egy picit tényleg könnyítettünk, hogy azért legyen hármas ugrás játékosunk, mert az utóbbi két hét az picit hát, hát sikeredett. Igen. Na jól van, köszönjük az SMS-eket, lezártuk, hát még mindig özöllenek egyébként tényleg nagyon-nagyon sok. Viszont péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy a kérdés válaszóránkhoz érkeztünk. Vagyis tudjátok már mi a menetrend, baromi sok kérdés érkezik ilyenkor, ne kíméljetek bennünket nyugodtan. Amit szeretnétek tudni, vagy választ kapni, vagy úgy érzitek, hogy mi tudunk segíteni nyugodtan, az utolsó fél óra az egy interaktív közönség találkozó. Így is mondhatjuk. Így van, őszinte kérdésekre válaszok. Közel. Köszönte. Mondhatod, hogy közel őszinte válaszok. Jó? Úgyhogy aki jelentkezne hármas ugrásra, küldje el nekünk, hogy mit hallott, illetve ha szeretnétek kérdezni, akkor tegyétek meg. SMS számunk 0670 645 00. Mi van? Nosztalgiász? Nem, még mindig nem hiszel, hogy diplomásokat. Nem, hogy elfogadták, tudod? Döbbenet, hogy ez a diplomunk átmenni. 0670 645 00 00. Küldjetek a kérdéseket, mi pedig jövünk Ákos, híre jutam. Pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hunadal, Polgár Peti. És a rövid ideig élt Hungarikul. Mi föloszlottunk? Föl? Hát nem? Vagy volt? Nem már még vagyunk? Hát. Nem hívtok koncertre, nélkülem mentek? Hát van. Nem szóltok nekem soha? Otthon ülök egyedül? De kevesebb pénzt kérünk. Figyeljetek, erre szoktak, erre a darab szoktak mondani, vagy az ilyen típusú dologra, már klasszikus. 740 ezer ember nézte meg eddig egyébként a legismertebb videó megosztó portálon, és akkor ott van még a hozzákészült a vadonat, hogy videoklip is, amit már több mint 96 ezeren. Úgyhogy ezért szerintem nem olyan rossz. Ez nem. Sokan örülnének neki a pop szakmából. Na igen. Hát az 740 ezer megtekintett, ennyiszer nézték meg, ugye? Igen. De már van egy videoklip is, amit Peti elkészítettek. Az pedig 96 ezeren nézték meg eddig. De ez egy friss dolog, az most készült. Az egy friss, és a friss videoklip alatt találhatjátok az elérhetőségeit a Petinek, ott lehet rendelni fellépést. Nem azért mondom, csak most olvasom. Nem bennünket. Nem, hát nekünk semmi közünk nincsen ehhez. Igen. Na, nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy jó, ez a fás írja valaki. Négyes úton a Szolnoki elkerülő szakaszon a 93-as kilométernél katonai jármű az árokban. Váltokozva engedik a forgalmat, elég nagy a torlódás, ez zékülte nekünk. Aztán Baranya Jenő rendőrautóból mérik a Gödre felől érkezőket, nyilván Göd felől érkezőket, Robi írta. A 6.-7. kerületi Dózsa-György úton a rendőrség kapujában van egy trafi, úgyhogy menjetek óvatosan. M86-os gyorsforgalmi, 91-es, 92-es kilométerek között a hídról mérik a Szombathely felé autózókat. Ez Zoli küldte nekünk. Kamion ütközött személyautóval a Soproni határátkelőnél, teljes az útzár. Nagy a dugó, valamint fontos, hogy a Szerencs utcánál nincs fennakadás, úgy csinálták meg a lezárást, hogy közben egészen jól lehet haladni, és hát nincs dugó. Na, ez jó hír. Ez mindenképpen jó hír. Na, jöjjenek a kérdések és a válaszok? Vagy akarunk még valami? Tessék?
Nézem, hogy írta még az anyósom. Nem, a mama szerintem olyan szóba drága, hogy ezt így megírja. Igen, a többit kisfiam majd szóba hétvégén. A leves után, péntek este, szomba délelőtt, délután este, vasárnap délelőtt, délután este. Végig mondja. Igen. De csak annyit ír. Balázs, beszélünk el. Te ülni fogsz, én állni. Nem írt semmit. Na, miért csak a Feri hangja hallatszik ki a dalból? Hát ez nem a mi hibám, nem az én hibám, nem én voltam, aki elnyomta a srácokat. Igen, mi voltunk túl halka. Nem, ez hangrögzítési hiba volt. Ez olyan pult, hogy így lett keverve sajnos. Én mondjuk nem tudtam, hogy ezt a két sávot miért húzzam le mindig a Feri a vokálnál, és ez egy miért maradni. Ez van, ott kell lenni, érted? Érteni kell a technikához, akkor így ránéztél van, és mondtad, hogy tovább már be a hangom. Igen. Mikor lesz cenzúrázatlan változat? Hát adásban nyilván soha. De internetre a Peti fölteheti nyugodtan, hát akarja, és elkészíti, nyugodtan. Egy hardcore verzió. Egy hardcore verzió lehet belőle, a cenzúrázatlan változatot, de nyilván mindenki tudja, hogy melyik szót kell hova képzelni helyette, a helyett, amit Peti énekel, de hát nyilván adásban ezt nem nagyon tudjuk leadni. Na, azt mondja, hogy... Atya úristen, mit tennétek, ha repülés közben kidobnának bennetek egy utasszállítóból, de csak egy fonal, egy mobil és egy taxiutalvány lenne a zsebetekben? Micsoda, várj, egy fonal, egy mobil, meg egy taxiutalvány? Igen. Úgy dobnának, hogy pont nem halnátok bele, de pokolian fájna a földet. És ez milyen kérdés? Ez nagyon jó. 200 millióért beválnátok. Nézd, hát a pokolian fáj a földet, és van nálam egy fonal, igen, egy taxiutalvány. És mi lenne még nálam? Egy mobil, valahol itt esek le Farkashegyen. Azért nagy baj nincs. Hát leporolom magam, picit a jaj, a nyakam, bekenem egy kis... Azzal azt az ember bevállalná, nem? Minek a fonál meg a mobiltelefon, hát a taxi utalmány? Tudjál taxit hívni, az oké. Taxi utalmány rendben, de hogy a fonál minek? Fonali járással megy. A hármasugrásnak, aminek főleg tudás alapú feltétele van, műveltségen alapul, miért feltétele ismerni ezt a sok egy kaptafára készült béna zene számot? Írja Andi. Nem rossz a kérdés. Hát, hogy a klasszikus műveltség kell hozzá azokat, amiket te kérdezed, és úgy érzi a hallgató, hogy ez a zene, amit mi a mixbe beleteszünk, az nem tartozik hozzá. Hát érted? Részben. De, tehát, hogy azért vannak köztük olyan dalok, szerintem ezek között ebben a mixben, amik mondjuk a zenei műveltség az ugyanúgy hozzátartozik a klasszikus műveltséghez. Időnként persze benne vannak itt egy nyári slágerek is, de hát itt jó részt azért olyan dolgokat kever bele a Viktor, amik mondjuk ilyen klasszikusok. Hát és egy klasszikus, mennyire számít bele egy Katy Perry, vagy egy Lady Gaga a klassikus műveltségbe, de még mint sem ennyire. Mivel én egyiket sem ismerem föl, azért mondom, és akkor most műveletlen vagy, gondolom, hát nem vagy műveletlen emiatt. Tehát, hogy szerintem nem számít bele. Kit érdekel, nem? Mindig úgy rakjuk össze. Fallout Boy, vagy nem tudom. Igen, de nem magunkból indulunk ki. Az aha zenekar. Tehát, hogy nem feltétlenül olyan kérdéseket írok, amik mondjuk nekünk szólnak, vagy pedig a mi asztalunk tudomásuk kell venni, azért nálunk fiatalabb emberek is vannak, sőt, jó részt már csak fiatalabb emberek vannak, és szerintem egyébként a popkultúra az ugyanúgy része az általános műveltségnek. Akkor megválaszolom én, hogy mi az oka. Jó? Én megnéztem, hogy mire mentek ezzel a kérdéssel. Tessék, te jössz, mondd az ő csak. És ott lehet, csak elmond, mert. Csak, mert így gondoltuk. Csak, mert így akartad. Nem, ez egy ilyen műsorkészítési szabály tulajdonképpen, hogy lógass át valamit a következő órára. Vannak ilyen műsorkészíti kis technikák, amire ugye oda kötöd a hallgatót, és aki tudja, hogy 9:30 játszana, az már ugye 3:49 egy kicsit fülel, hogy így tehát megnyújtod azt az időt, amíg ő rádiót hallgat. Ezek egy kis apró praktikák tulajdonképpen, ezért hát amíg 50 vagy 55-kor megmutatsz egy pici zenei összeállítást, de 9:30 játszik, akkor ugye itt is, meg ott is figyelnie kell, tehát kvázi tulajdonképpen kötöd a műsorhoz, lojális lesz, egyre többet és többet hallgatja, és odafigyel arra, hogy mi történik 3:49, hogy aztán 9:30 játszhasson. Ez a valódi oka. Igen. Egyébként. Meg aki a kérdéseket írja, az művelt, aki pedig a felé volt, az pedig nem. Aki kérdez, cigány győr, ugye? Igen, aki válaszol. Majosházi Józsefné. Mit tegyen a nő, ha egy férjnek kapuzárása van?
Hát ezt Feri tudja megválaszolni, hogy mit csinál. Hagyja, béka. Engedje szabadjára. Támogassa, így is van. Nem? Támogassa, legyen vele, engedje meg a kétüléses autót neki, tehát így ne mondja van. Azt, hogy neked erre semmi szükséged. És nőjön be a fejed lágya, legyél már normális, nézd meg a annyit többit. Varrasol annyit, amennyit akar. Így is van. Nézzük meg kicsit mélyebben a kérdést. Varrasol annyit, tehát amennyit akar? Így van. Igen, most így. Láttam, hogy Feri, mert én mindig meg szoktam nézni a receptet. De, mindig felmegyek, hogy ez annyira beteg, hogy de egymás oldalát nézitek. Én nem nézem meg neki. Én nem nézem senki. Illetve Jani a te oldalad. Megnézem a receptet, igen? Ráadásul ugye Ferinek az oldalát Móni lájkolta. Nem értem, nem olyan fura emberekkel élek együtt. Na minden, nem is érdekes, és neki mindig, amikor fenn van valamilyen poszt, nyilván feldobja a telefon és megnézte. És most ráadásul majd azt elmondja, hogy milyen receptet csinált. Ilyet, és láttam alatta, hogy megint varratott. Megint varrattál? Igen, szeretem. A Vajdas lángosnak a logóját felvarrattam. Fölkerült egy fokhagymás tejfölös? Mi történt? Fölrakadtál egy mangalica közelít? Vagy mi? Igen, egy montási térképet akarok most föltenni. Na mutasd, te titokminiszter, mit rakadtál föl? Nem vagyok titokminiszter, de hát úgy kell kicsalogatni, úgy kell kicsalogatni belőle. Senge, de az ember a tetkóit nem szokta így mutogatni, azokat nem azért teszed. Hát miért teszed? Hát azért lássák, nem? Hát miért teszed a tetkó? Egyáltalán nem azért teszed, hogy lássák. Hát azért van az emberen, tehát, hogy minden nap megnézed. Ah, én magam, persze, és körbe puszta. A bőr alá van. Igen, belülre. Hát a tetkónak azért az is egy fontos eleme, hogy azt valaki észre. Tehát megmutasd a külvilágnak, hogy ezt gondolod, nem? Szerintem magad miatt csinálod, szerintem magad miatt. És mi volt? Fölrakadtad a Hortobágyi receptjét? Azt igen, Kiúti a kezét, adjam oda, vagy mi legyen? Nem, van, fölraktad a gyerekeid nevét. Én ebből mindig arra gondolok egy idő után, attól fizet, hogy elfelejted? Vagy így van, meg most a születési dátum. Bankar, jobbkar. Születési dátumokat akarom, mert abban viszont rossz vagyok. Mi kis fölraktad a születési dátumot? Azon a fejlem a két karjel van, hogy lefog, penget. Hogy esetleg nagyon jól sikerült. Dédur cím volt. Dédur cím volt. Mit csinálok? Na és most mi lett a... Nem, mindegy. A Kolbász Fesztivál új logója, vagy mi? A dátumok 10 évre előre. Nem, kérdezem, mert nekem nincs tetkom rajta. Forever felsál. Éjjel a hurka. Ez jó. Forever felsál. Ez lesz a most következő. Mondd, mi van a Facebook oldalon? Hát itt a nem műsorban tudom, nem lehetett látni. Direkt úgy van a fotó, hogy nem lehet látni, hogy mit van a kislány. Vajda Juditnak írtam egyet a BK-nak. Egy üzenetet fölrakadtál? Igen. És ennyi. Ezt írattam most föl. Igen, soha nem kellnie kell. Soha nem mert megenni a maradék hurkát a hűtőből. Ha még egyszer megkezdesz az utolsó szelet margarita pizzámat, megöllek. Nem vagyok hurka, én így. Nem elkezd a konyha kendőt, mert lelappad. Igen, de még egyszer a késemhez ne nyújj, meg kimegy az éle a meleg víztől. De mi nem, ami értettél, el tudja olvasni, mikor fekszemet, ha horkolok, nagyon tudod, mi a dolgod. És fordíts meg! Ha nagyon horkolok, fordíts rajta. Ha nagyon részeg vagyok, húz ki a nyelv. Tényleg egy ilyen Rákóczi Feri vagyok, 0629, vigyél haza. Akarom, csak azért nem látod, mert alám szorul. Szóval egy üzenet békának? Egy üzenet neki, hogy ez van. De mi honnan indultunk ki? Hogy Jani tanulmányozza titokban a te Facebook oldaladat. Igen. Hát ő nézegeti. Nem, a kapuzárásból, bocsánat, csak hogy válaszoljunk a hallgatónak is, mert ez mégse rólunk szól, illetve ne legyen ennyire öncélról rovat. Nézd, ez egy tudnunk kéne, pontosan írjátok meg a kérdést, van gyerek, nincs gyerek. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Azért 45 évesen a Pali megőrül, kapuzárási pánikja lesz, két gyerek van, felrúgja a családot, meg miben mutatkozik meg? Most motorozni akar, de most tényleg, ugye, hát nem tudom, milyen, vagy ez rám is rám tört, aztán lebeszéltem saját magamról. Vagy csajozik, nőzik, és ott akar hagyni, ugye, tehát nehéz nekünk azért egy-egy kérdésre úgy válaszolni, ha nem írjátok meg egész pontosan. Vannak jelei szerintem, ami még elfogadható, ha van egy kis szabadságvágya, vagy nem tudom, el akar menni 3 hétre egy zarándok útra, vagy mit tudom én. Tehát van, amit kell tolerálni, ez a férfiaknál egy hormonális változás. Erről elvileg nem tehetünk. Most nem, ez nem hát. Mentség, csak ne, mondom. Nem, hát ez bennünk van. Sajnál a rohadt genetika. Hát, mit csináljunk? De ha nyilván, hogy két gyereketek van, csajozni akar, felrúgni az egészet, és az elmúlt 20-25 évet kidobni az ablakon, mert talált magának egy 20 éve szeretőt, akkor egy ideig harcolni kell érte nyilván. Hát, az ember maga mellett nem tud senkit. Ha azt látjátok, hogy a bakancs listáján mondjuk nem a világörökség része van, hanem a Kaopszpira is, meg a Machu Picchu, meg ilyen, hanem női nevek, akkor azért... és így egy ott... 3 áthúzva. Ja, és ráadásul már valamit ki is pipált. Hát tehát, hogy ennek is vannak szerintem mélységei, hogy az ember milyen szintű kapuzárási pánikban szenved. Úgy, mint Feri, az egy ártatlan dolog, hogy varrad, félmaraton fut, meg nem tudom, az egy, nem ez egy tökás sportautó, ez egy ártatlan dolog. Elmúlik. Ez elmúlik. Egy idő után megjön az eszetek.
menjétek ennyi. El. Tehát ezen az ember, ez ember elbúta bátasi. Jó, úgyhogy ha ilyen kicsit mélyebb kérdésetek van, akkor segítsetek azzal, hogy egy picit több részletet osztotok meg önk, és akkor tudunk rá, nincs mélyebben válaszolni. Hello fiúk, egy ötlet, mi lenne a trollpercek helyett filmsorozat blogot kezdenétek, egy hallgató kérdezi. Hát trollpercek már nincsen, ezt ugye a törölt kommentek miatt mi el is engedtük. Arra gondoltunk, hogy egy mozis sorozatos film ajánlót, csak ugye mivel ezt heti rendszerességgel kellene akkor csinálni, nem az idő hiányunk miatt, ugye nem minden héten tudunk mi megnézni egy új sorozatot, új filmet, ennek a rovatnak meg az a veszély, hogy minden csütörtökön ugye ott állsz, és ajánlasz valamit, ezért ezt én esetére tettük, ha valaki lát, hall valamit, egy jó sorozatot, filmet, hogy én tegnap hosszan beszéltem egy filmről, akkor ezt megemlítjük, de rendszeresíteni azért nem tesszük, mert az egy nagyon nagy kötöttség, hogy pánikszerűen ülünk edden, hogy na most akkor ki mit tölt le, nézd meg, megy el moziba csak azért, hogy csütörtökön erről tudjunk beszélni. Hát meg a sorozat sok minden mással foglalkozunk. Van egy olyan jellegzetesség, hogy az ember itt rá van kattanva egyszerre 3-4-5 sorozatra, és folyamatosan akár évekig is ugyanezeket nézi. Hát egyszerűen többet nem is tud megnézni az ember. Mert tök jó lenne, hogyha 10-15 fél sorozatot nézhetnénk egyszerre, tehát mindegyiknek megvannak a saját. Meg van, amikor egy hétig nem történik nagyon semmi, vagy nem jutunk el moziba, sokat dolgozik az ember, család, magánélet, akkor viszont a csütörtök itt 20 percben tartalmasan jól megtölteni, az egy jó vállalkozás. Azon gondolkoztunk, hogy olyan vloggereket megtalálunk, akiknek ilyen hasonló rovatuk a YouTube-on, ők viszont szintén a saját tartalmukkal vannak elfoglalva, és azt mondták, hogy ez egy túl nagy teher, és nem akarják bevállalni. Meg most érted, mindig ugyanez lenne, Balázs párkapcsolati problémákról beszélne, vagy ezek történtek az elmúlt napokban a kedvenc sorozatében, meg arról, hogy partra szálltak, lovagoltak, küzdekedtek. Mindenki más néz. De a bár sorozat, az Affér című sorozatot továbbra is ajánlom mindenkinek. Két évad van belőle, és aki szereti a párkapcsolati nagyon mélyen szántó dolgokat, az nézze meg. Jó kis sorozat, Affér. Affa is. A vikingek idei évada pedig egyszerűen brilliáns. Értem, hogy fent kell tartani Jani pronyó imázsát. Jani? Kisárgázta be. Ja, én. De mondjátok, hogy a tegnapi esernyős javító sztori csak kamu volt, Tibi írja. Gyerekek, nem hogy kamu volt, hanem Jani, ahogy kikapcsoltuk magunkat, még folytatta ezt a sztorit. Hát a szerkesztőségben meg akartam mutatni, hogy kell megjavítani. Ugye beszéltünk arról, hogy János 300 fontos esernyőket javít, nem vesz helyette újat, és hurkapálcával javítja meg ezeket az esernyőket. De ez már egy fejlődési fokozat, mert korábban szívószállal javítottam őket, de az nem volt túl hosszú. Aha. Na ezt mondta el megszólásom kívül, amikor azt hittem, hogy kiugrom az ablakon, hogy figyelj, Bali, képzeld el, ez a hurkapálcika csak egy dolog, mert amit ugye te is mondtad, szívószállal javítottam, amikor nem volt hurkapálcával. Itt döntöttem le magam benzinnel, hogy sokkal jobb, hogyha nem kívülről szívószállal, hanem belülről hurkapálcával erősítem meg őket, és működik. De most tényleg ráerősítesz még erre a pronyó imázsodra? Nem elég ez, ami van? Nem kell erősíteni, szerintem. Á, ez egy akut dolog. Igen. Arra kíváncsi, reggel fél hét korra, negyed órás hírek után miért kell ugyanazokat a híreket felolvasni a 7 órás hírekben? Mi az értelme? Ákos! Meglecse találja a választ. Ja, nagyon praktikus oka van egyrészt, aki fél hét és 3-4 hét között bennünket, nem biztos, hogy hallgat hétkor. Aki hétkor hallgat, nem biztos, hogy hallott fél hét és 3-4 hét között. Tehát tessék arra is gondolni, hogy azért van, aki 10-20 percet tud csak rádiót hallgatni. Ezért sokszor ismétlődnek a hírek. Ritka az, aki 7-től 10-ig hallgat folyamatosan. Ráadásul a negyedórás hírvállalás, mert országos kereskedelmi rádió vagyunk, ez egy kötelező dolog, tehát ezt nekünk egyszerűen teljesíteni kell. Vállalás. De hát hétkor, negyed óra alatt ugye ugyanakkor meg nem történik semmi, és hát gondolunk azon hallgatókra, akik ugye nem hallgattak bennünket a negyed órában. Jól megválaszoltam, Ákos? Szakmailag? Hibátlan mi? Ennyi. Kettest beírsz? Elég, ha bolítasz. Tessék? Kiváló volt, nagyon szépen köszönöm. Még annyit hozzátennék, hogy a hogy menj, negyed hogy srácom. Hogy aki ezt kérdezte. Üljött 102, kigombolom a gatyámat. Egyébként utána néztem a hetesnek, például az első két vagy három híre, az más is volt teljesen. Ó, de jó. És felkészül. Miért? Összekeverted a szórendet? Ja, igen. Össze-vissza olvastam a sorokat. Köszi, Áki, köszi. Na, szóval ez az oka. Őszintén mondjátok meg nekem, mit mond a Manus a Dórás játékban, ez a Baksitya Lángi, mert ezt lehet hallani. Kérlek, válaszoljatok, Gombi kérdezi. Megválaszoltuk, ez a Twin Peaks-ben hallható, amikor is a törpe lejátszik valamit, vagy neki lejátszanak valamit fordítva, ezt a Viktor elmondta, csak nem figyeltem, és ott van ez a Baksitya Lángi, mert ez a törpe mondja a Twin Peaks-ben. Úgyhogy ezt onnan vettük tulajdonképpen. Nem iszol egy kávét, ez visszafele nagyjából ez. Nem akartok-e webcamet? Ez is egy jó kérdés. Hát, ha szoktunk csinálni, ha történés van.
Nem? Tehát, hogyha valami akció van itt bent a stúdióban, amit meg akarunk mutatni, akkor szoktuk. De most itt menjen 4 órán keresztül. Nem, meg nem akarjuk, mert akkor Gyula a műszaki igazgatónk által azt nézni, hogy mikor eszünk, iszunk valamit a stúdióban. Igen, igen, szóval ez egy, az egy intimebb dolog, nagyon sok rádió használja. De mindig arra figyelni, hogy az ember kimenjen, folyamatosan azt nézni, hogy ő veszik, hogy valaki figyel. Azt, arra is gondoltunk, hogy a megszólások alatt működik, de akkor ha lekapcsolod, az ugye nem teljesen jó. Úgyhogy mi valahogy ezt, ennek nem érezzük fontosságát. Tehát ez úgy intim, hogy az ember hallgat bennünket, ugye egy éteren keresztül, a fülén keresztül, de a látvány egyébként nem túl izgalmas egyrészről. Kettő, most hát Janit minden nap ugyanabban a szürke pulcsiba látni. Egy, nekem a nyúzott fejemen. Felragadt egy kazetta. Igen, azt hiszem, hogy felvett, és minden nap ugyanazt adjuk. Mi lesz veletek november után? Kérdezi egy hallgató. December. Például. Igen. Ez egy jó kérdés, nagyon jó kérdés, és sokan kérdezitek, mi mindig elmondjuk, hogy hát szerintem ezt most kevés ember tudja. Jelen pillanatban. Igen. Aki tudja, nem? Azzal meg nem beszélünk. Kevesen tudják. Hát tessék olvasni a híreket, informálódni és megnézni, hogy mi van a háttérben. Lesz majd olyan pontja szerintem ennek a műsornak, amikor erről többet beszélhetünk, mintha most ez meg lenne tiltva, mert nincsen cenzúra. Egyelőre azt látjuk, hogy azért ez még nagyon képlékeny. Nagyon képlékeny, és nagyon sokféle kimenetele lehet a dolognak. Találgatni pedig most egyelőre nem érdemes. Szerintem. Így van, addig csináljuk a dolgunkat. Nyilván, addig csináljuk a dolgunkat, megy a rádió, természetesen a rádió is azon dolgozik minden erővel, hogy működhessünk tovább, minden feltételnek egyébként a jelek szerint megfelelünk. Beadtuk, amit be kellett, úgyhogy nyilván mindenki bízik a legjobban. Hát ez egy sok szereplős összetett játék. Harcban állnak a mogyoróink. A gojzlik, szatukban vannak gyerekek. Szorongatják őket rendesen, de egyelőre még. Én már 2 tartományjal magasabban beszélek. Szóval igen, ez egy érdekes kérdés. Nyilván sokat fogunk mi még erről a következő fél évben beszélni. De hát egyelőre még nincs nagyon mit mondani. Úgyhogy várunk. Várunk, mi is figyeljük a fejleményeket, aztán egy adott pillanaton nyilván megszólalunk majd, és akkor elindul az áradat. Milyen volt a lepkegyűjtő? Kérdezi egy hallgató. Ez egy jó Berecki darab, de még nem láttam, mert ugye a jövő héten lesz. Remélem a Viki elfelejti, ja, és akkor nem kell elmenni. Nem. Álljátok, a Berecki nagyon jó benne. Na, első sor, közép. Én elmondom, mondani fogom az Olinak, üzenni fogok, hogy ma megyek, készüljél. Mint egy jó imádni. Ma ott leszek az előadásodon. Betegség miatt az előadás. Igen, ezért mondja. No entry, no entry. Megtelt, sold out, eladva, végén nincs semmi, nem lehet bejönni. Egy kiváló darab, a Berecki játszik benne, és hát egy ilyen thriller, vagy dráma színpadra véve, ugye, egy ilyen kis sorozatgyilkost alakítő, azt hiszem talán ketten játszanak a darabban összesen. Hát jó benne a Berecki. A gyereknek az óviába vettem meg. A jegyet? A jegyeket árulnak? Igen. Horror. Csodálja a lepkegyűjtő. Beül a gyerek oda, beül egy színházas néni minden hónapban egyszer, és akkor Bali megjön, és akkor bevásárol. Ja, amire aztán nem mentek el, de támogatjátok a művészeket. Támogatjuk a sajnálod a nénit. Sajnálom a nénjét. Aztán kifelé menet pedig kidobni a 30 jegyet. Aranyom, vegyem már! Ma is nagyvonalú voltam. Áldjon mindenből kettőt. Szóval ott sikerült ezt beújítani, de megyünk, és elmondom, hogy milyen volt őszintén. Áltok, tényleg jó. Tényleg azt mondjam, Berecki azért jó gyerekek, szóval sokszor. Hát meg az általad ilyen táplált érzéseiből táplálkozik az a karaktere is, egy tömeggyilkos. Igen, azt mondja, hogy megbüntet-e rendőröm, ezt szenül vezetsz autót, kérdezi egy hallgató. Szerintem nem, lehet. Csak legyél bekötve. Igen. Balázs, ti hogy ünneplitek a húsvétot? Hát ugyanúgy, mint sok más ember egyébként. Tehát, hogy semmi extra. Nagyon fontos ünnep, meg. Jó, én nem locsolkodom. Átjön a rabbi. Ezt meglocsoljuk. Mi egy kicsit másfajta értelmezésű ünnepek a húsvétot, nálunk rabbik locsolkodnak, és aztán barkaágakkal verjük egymást véres mesztelességgel. És akkor aztán pedig megjönnek a törpék bohócnak őt. Igen, utána törpéket dobunk célba. Ezt a család nagyon szereti. Így van, tépőzár van a hátukon. Törpedobó versenyt rendezünk a kertbe, ezt a szomszédok is nagyon szeretik. Aztán pedig hajlik, hogy nyírfákra törőzzük rá őket, és átlőjük a szomszéd.
Ja, semmi, tehát tulajdonképpen persze együtt van a család, veszünk, iszunk, és ünnepeljük a húsvétot. Nincs nagyon kötelező szerű locsolkodás, tehát Benit nem állítjuk ki egy kölnivel a szoba közepére, négy darab versel a kis tarsójába, hogy szavalgasson, és nem uszítom rá az annyira, hogy locsod meg az anyád, locsod meg az anyád, reggátoron, ősnek van az anyád, menjél, locsod meg az anyád. Nagyit, úgyse szólal meg három órája, nagyit locsol. Tehát nincs ilyen, nálunk ez valahogy nem, mi nem erőltetjük. Tudom, te már 6 órakor vödörre nyitod a ajtót a békára. Hát de ez nincs ezzel baj. Persze. A szomszéd mi fölkapok, hülye megint elásztottál. Őt is lemegyük, és őt is meglocsoljuk. Semmi baj, meg ennek fontos hagyománya van, egy nagyon szép ünnep. Milyen jó lenne, ha egyébként ezt azért sok helyen sokkal mélyebben, meg szebben ápolnák. Mi nem locsolkodunk, de ugyanúgy. Nátok van valami? Nem is isztok, semmi. De átjön a család hétfőn, és akkor ott van egy ilyen sonka, te tojás. Sonka tojás, az van legalább. Nem, mákos tésztát teszünk fel. Nem rossz, az se rossz. Mit tudom én nálatok? Kalácsonyra mindig marad még egy kis beigli. Ezt fölmelegítjük. Levágunk három rozmát fel. Így van, abból csinál anyám mákos gubát. Persze, hát sonka tojás, hát szerintem ugyanúgy, mint ahol sok-sokan. De nyuszi hoz ajándékot például? Vagy tojást? Tojik tojást a nyúl? Nem, nyuszi most a Music FM-be tolja. Hoz, a gyerek kap, igen. Elrejtünk valamit a kertben, ha jó idő van, és akkor a gyerek megtalálja. Van egy ilyen kis keresem, találom játék. Ha rossz idő van, akkor is csak picit tovább tart. Igen, akkor adunk rá első kabátot. Hát a gyerek kap ajándékot, persze, az a mi gyerekkorunkban is fontos volt, hogy fölkeltél, és benéztél az ágy alá. Csak akkor forint volt, nem euró. Most elmondhatok a gyerektől, ne haragudj, ne hozzál ilyen helyzetben. Egy kicsit úgy tűnt, mint egy 500 eurós adnék a gyerektek egyébként húsvétkor. Jó, de egy köteggel. Tudok váltani, apa. Balázs, mikor lesz újra komolyabb témád, vagy komolyabb témáid UFO chemtrail? Ha ki kell menjünk. Na, gyerekek, én tanulok, amiből lehet. Ja, én nézem az iróniát a kérdésben. Nem volt, nincs fájl. Nem, volt irónia. Komolyan. Nézzétek, én egyszer előjöttem ezzel a chemtrail-el, kicsit már bánom is. Bár azt hiszem, hogy mérgeznek minket, nem mindig szórnak. De látom, hogy azért ebben vannak előjáróim, akik ezt sokkal jobban csinálják, és én nem akarok a pataki nyomdokaiba lépni, úgyhogy nem. Földöki vélekről volt téma egyébként nem olyan régen, meg azok, amikor a pataki videóját is kielemeztük, akkor azért beszéltünk róla. De a chemtrailről nem nagyon. Nagyon fogunk. Komolyabb téma. Fogok. Chemtrail. A cickány emberek támadása. Cickány emberek? Jaj. Sziasztok, szerintem Janinál az esernyőjavítással éli ki a kapuzárást. Feri még nem dőtt fel, mert a sportkocsi egy igényes dolog, a futás meg egészséges. Azért nem nőtt fel a Feri. A sportkocsi igényes, a futás egészséges. Gyerekek, a Feri félmaratont fut nem sokára, azért az egy nagy dolog. Ha el nem gáncsoljuk, nem jó? Azért ez egy nagy dolog. Hát nagy. De most ezt nem értem, még mindig az SMS-t próbálom feldolgozni. Azt én sem értem, igen. Na jó. Mikor lesz, jelentkeztél? Kérdezi Rencsi, mikor futod? Április 30-án, Balatonfüred. Ott belefutok a napba. Vagy valahova, ha kibírom, hanem akkor is. Igen, április 30? Április 30-a. Volt már főpróba? Nincs, az a vicces benne, hogy nem futhatod le előtte. De miért nem? Tehát a tök ciki, hogy odamész, és ott fog kiderülni, hogy te le tudod-e futni. Nem lehet előtte lefutni. Mert arra hívta a szponzor az újságírók. Igen, érted? Tehát, hogy a hivatalos felkészülés szerint, de ezt Jani tudja, nem futhatod biztos, le előtte? No, nem úgy, az elsőre nem úgy mész. Ja, aki lefutja áruló? Hát nem szok. Nem azért, hanem úgy kiveti magából a futótársadalom. Igen, a futótársadalom nem áll többet fel szóba, vagy mi történt? Tehát, mint te lefuthatsz 15-öt, 17-et, igen, de nem futhatsz le 21-et? Hát, vagy hogy nem olyan, azt mondják, tehát, hogy aki így rendesen csinálja ezt a sportot, hogy az élmény ott szülessen meg. Érted? A többiekkel, a magának. Aha, tehát ott legyen az első katar. Igen, ott legyen van valami, hát most előttem háromszor lefutod, akkor azért kevésbé szórakoztató. Na, ezt értem. És egy felépített dolog, és egy felépített út végére érsz el úgy, hogy ott van a katarzis, és ott futod le. Ja. Igen. Ezt egyébként érthető. 16-ot lefutsz előtte, vagy 17-et, az kiderül, hogy a 21-et meg már nem bírod, akkor hát, a verseny. Azt gondolom, hogy ha 17-et lefutsz, akkor már ott átrugdalunk. Tehát, hogy begurítunk a szőnyeget, tudod, mikor így kigurítják. Tehát annál már elektromos ösztökével belőzősnek. Csapasd meg! Igen.
Bali, te fogod vezetni a Farmacim műsort, kérdezi Laci, nem. Nem én csinálom. Pedig akartam, nagyon. Nagyon szerettem volna. Nem, nem, keveset is tudok a műsorról, megmondom őszintén, kíváncsi, hogy milyen lesz. Azt tudom, hogy valóságsó, és valahol vidéken játszódik, de nem tudok róla sok. Tehát nem is Magyarországon csinálják. A mai egyik újságban van összefoglaló a magáról a stúdióról, a setről, és hát ugye nagy meglepetés lesz egy csomó fővárosinak, meg városinak, hogy ilyen körülmények közé kell majd beesnie, de egyébként én szeretném, ha fölkészülni, mert akarok kérdezni. Igen? Akar, nekem vannak kérdésem, olyan emberek... Ha megadom a Kolosi számát, hív fel. Hát majd hívjuk fel adásba, nem, annyira nem úgy van kérdésem, hanem hogy például három gyerekes egyedülálló családanya, ami az Istennek megy el a farmba. Tehát, hogy miért nem marad otthon a gyerekével, vagy... Ez ilyen hosszú? Tehát fél évet kell bent lenni? Hát hosszú. Igen? A hosszú mindenféleképpen, igen. És már lejött... Hát, mert egy lehetőség, egy esély, a főnyeremény, ez... hogy van-e... Hány valóságsós embert ismersz, akinek befutott a szeged, és le ott a Majka, ott de mi egyébként egy három gyerekes családanya, ha elmegy egy ilyen műsorba, az ördögtől való? Vagy benn van egy hónapot, tehát az a három gyerek kibírja, vagy elmegy három hetet, hát azért ez önző, hogy magyar anyák nem menjenek tévé műsorba. Jó, de az egy kicsi még szopik. Tessé? Ki mit csinál? A kicsi még szopik. Szopik itt sok mindenki, azért ugye, hogy szokták ott mondani. De hogy miért? Nem tudom, olyan fudi. Igen? Aha, hogy 30 évesen, meg 40 keresed magad egy tévéműsorban, mit keresel ott? Mit vársz tőle? Rákóczi Ferenc a KDNP frakciójába. Nem, a elveszük a szót a KDNP frakciójába, és átadjuk a szót. Igen, na, látjátok? A vasárnap is lesz ez a műsor. Hol, mikor mennek templomba? 11 után. Magyar anyák, ne menjenek magyar valóságsóba. Látjátok? Na ez van. Ez van, kedves hallgatók, mikor van kérdésetek is. Látod? Ugyan ezt kapjátok ti is, csak azt nem merik adásban elmondani. Így vagytok ti. Így vagytok ti. Beforgatva, drága hallgatók. Na jól van, köszönjük szépen a kérdéseket. Megint sok jött, igen, hát nem tudunk mindegyikre válaszolni, de köszönjük szépen, jövő héten folytatjuk, jó? Játszunk, itt van már is egy hallgatónk, hármasugrás játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szia. Tina! Hello. Tina vagyok, igen, Budapestről. Budapestről, mivel foglalkozol? Nyelvtanár vagyok, angol tanítok kicsi gyerekeknek, meg magyar nyelvet külföldieknek, no. Szeretnének megtanulni. Szenvednek vele sokat, gondolom én, nem? Nem egy könnyű nyelv. Hát nem könnyű, igen, de nagyon ügyesek, sokan hamar megtanulnak jól beszélni. Komolyan, magyarul, igen? Hamar meg lehet tanulni? Igen. Mennyi idő alatt? Mert az ember az a saját annyi nyelvéről sosem tudja, csak más nyelveket, hogy mennyire tanulsz meg, de még idejön valaki, aki tényleg egy szót nem beszél, és mondjuk ügyes, és van hozzá affinitása. Hát egy fél év alatt teljesen használható nyelvtudást szereznek. Na, ez nagyon jó. Ez itt a magyar. Ez egy kicsit komolyabb, vagy tehát, hogy nehezebb nyelv annál. Fél év alatt meg lehet tanulni magyarul, tényleg? Hát nem teljesen, természetesen, de azért teljesen jól el lehet velük már beszélgetni, érthetően. Fél múlva el tudja mondani, hogy este 10-re hozd el pénzt, különbe beállj egy vízperzítés vödörbe beton a lábadon. Nem, hál' Istennek ilyennel még nem találkoztam. Milyenek a kérdések, Jánosom? Könnyű, kifejezetten könnyű. Kifejezetten, igen? Uh-huh. Van benne egy popkultúrás is, az a harmadik. Ajajajajaj. Na nézzük akkor, Tina, hogy szól az első kérdés. Jó, melyik kontinensen kezdődik az idei Forma 1-es idény? Most hétvégén. Most hétvégén indul. Forma 1-es. Uh-huh. Európában. Hát nem. Hát. Általában mindig ugyanott kezdődik, és az Ausztrália. Ausztrália, igen, ez is első kérdés. Hát az a Forma 1, ez nálam nagy hiányosság. Hát ezt, akkor ez rövid volt. Igen, ezt éreztük is. Tina, hát ez egy rövid játék volt, nézem a többi kérdést. Igen, hát fene se tudja, hogy ment volna, de nem olyan könnyűek, de hát mindegy is igazából Jánosnak megmarad. Tőled pedig búcsúzunk. Igen. Köszi a játékot. Jó, köszönöm én is. Ciao. Szia. Hello. Hétvégén tényleg Forma 1, nézitek? Nem. Akkor jó. 3-4-10 lesz 6 perc, szóval jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatával. Pontosan 3-4-10 van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait már is, hogy miről volt szó ugye ma reggel. Próbáltuk megfejteni a dugók okát, kicsit háborogtunk korra reggel, és arról beszélgettünk, hogy szerintem autósként legalábbis úgy érzem, hogy eljött az a pont, ahol már nem lehet tovább terhelni a budapesti autósokat, és ez, hogy
számunkra legalábbis koncepció nélkül egyik dugóból esel át a másikba évek óta, ez szerintem most már a végéhez kell, hogy közelítsen. Tegnap megbénították az M1-M7 bejövőjét, hosszú-hosszú kilométeren keresztül az emberek órákat álltak a sorba, és egy munkás ugye 5 autónként engedte át a forgalmat 4 sávról 1 sávra. Évekig haldoklott ugye Buda, a fonódó villamos miatt most ez. Arról beszéltünk, hogy meddig még. Tehát van egy pont, amikor is, hát tényleg most már elég kellene, hogy legyen. Értjük, hogy szépül-épül a főváros, de egyszerűen nem lehet. Nem lehet ezt tovább csinálni az autósokkal, és az emberek idegrendszerével, és családokkal, és gyerekekkel, akik naponta tényleg órákat ülnek a dugóban, valami megoldás kell, hogy legyen. Én megoldást adtam nektek, de ti ezt nem vagytok hajlandók elfogadni. Igen, Feri kivált egy megoldást nekünk. Hát, én pedig lenyűgözve ültem, és hallgattam Balázsnak egy olyan speech-et nyomott, hogy az azt jelenti, hogy nyilvános vitában választásokat lehet nyerni. Á, de tegnap jutottam el ide. Látom, igen. Magam lett az új főpolgármester. Nem, nincsenek ilyen álmaim. Csak kicsit. De magasabb pozícióban. Mert ugye Beri felvételien jött szóba, hogy oda igyekeztünk, és hát ezt tényleg nem lehet megcsinálni ennyi emberre. És aztán az exek cuccai szóba jöttek, mert hogy Feri felhívta egy kedves asszony, aki megtalálta Feri diplomamunkáját és szakdolgozatáját az utcán heverve, és kiderült, hogy Feri exe fogta magát, és ezt úgy, ahogy van, egy könnyű várándítással kidobta az utcára. És aztán arról kezdtünk beszélgetni, hogy igazságtalan dolog-e az, hogy a jelenlegi párunk esetleg megsemmisít néhány dolgot az exek cuccai közül, vagy elvárja, hogy ne szeressük, ne hordjuk, ne legyen nálunk, dobjuk ki, semmisítsük meg. Itt is máshogy gondoltuk, ugye? Kiderült, hogy két érzelmes, kicsit női agyal, női lélekkel megáldott férfival ülök én itt együtt. Ugye, csajok? Hát igen, nekünk vannak sebeink, amik nem gyógyulnak be soha. Igen, na mutatjuk, miről volt szó ma reggel. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 perc múlva pontosan 10 óra, hívjuk is a nap hallgatóját. Csabikám, hello közben. Jó reggelt, édesfiam. Édesfiam. Magadra maradtál, édesfiam. Hétvégén jövök. Jó, hát ha nem. Tudod, a sietős műsor vezető egységgésztel. Jó, ha nem. Jó, mi megpróbáltuk. Én így kínálom a csokit is. Valaki a csokiból, ha nem, hát nem. Ugye? És már eltettek meg ette. Jó, ez viszont tényleg nem. Helyes volt, amit írt, igazából csak gratulálni akartunk. Jó reggelt, skacok, most indulunk szülni, drukkoljatok, hogy problémamentes legyen. Ez jött 6 óra 11-kor, és szerettük volna, ha ő a nap hallgatója. Hát, ha már egy újabb Morning Show hallgató megszületett. Csabikám, mi a helyzet? Mi pedig 11 éve mentünk ilyenkor szülni. Ó, ma? Tényleg? Ma tényleg? Isten éltesse sokáig. Isten éltesse a gyermekedet. Gyerek. Rómeó 11 éves. Na, hát akkor sok boldogságot neki. És azóta milyen kiváló kapus lett. Köszönjük szépen a nevében is. Nagyon helyes. Tényleg, mi a recept, Feri? Kérlek szépen, jön a húsvét, úgyhogy ez a felkészülés folytatódik. Egy gyönyörű nyulas répatortát csináltam. Így, és egy ilyen mascarpone-s mázzal van bevonva, tehát nagyon könnyíti a dolgot, finom, és nyúl van rajta. Ennyi. A recept már rajta van a Morning Show Facebookon. Ennyi, gyerekek, süssétek meg, egyétek meg, szeressétek. Hozzatok nekünk is. Remek zenék, Csabi. 54 millió eladott nagy lemez, 210 millió eladott kis lemez, 8 Grammy díj. Chris Rudy. Majdnem. Bonnie Tyler. És jön Magyarországra, a Szigetre. És mi nem játszunk. De játszunk. Nem véletlenül ajánlom. Nem véletlenül ajánlom. Rihanna. No. Akinek ráadásul egy korábbi nagy sikerét, az én kedvencemet hozom, Shut Up and Drive. Umbrella. Ja, nem. Jó. Umbrella. Mindenkinek jó hétvégét, hétfőn, 6 órakor jövünk. Szevasztok! Csavassátok, Csabi, szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.